ütésálló család ezt a meccset is. Don't bury. Szevasztok! Cső. Hello! Hello! Hát most srácok, hogy tegnap nem volt stream, de az előtti nap egy órát aludtam, és hát tegnap aludnom kellett sajnos. Sorozatfüggő lettem. Csak úgy tűnik, hogy közelről nézem az utat, de közben távol van. Higgyél nekem. Higgyél nekem, hogy távolról nézem.
Ó, de még miért? Hallod, elaludtam olyan 8-kor, és reggel keltem fel. Hallod, tegnap az atombomba se tudott volna fölkelteni. Begyújthattad volna a hajamat, azt leégett volna fejbőrig, úgyhogy észreveszem. Sima. Easy be. Olyan jót aludtam tegnap. Jól esett. Csokinak megért a gépet megvenni. Merhogy, mert mi történt? Hallottam, hogy egy-két... Hogy ez egy, a Remit a szígy, mert közmunkára raktad, azon kívül mi történt? Jó nőkre. Hallod, Nightmare, olyan kómás voltam, hogy nem azt, hogy nőkre nem bírtam gondolni. Azt hittem, hogy fel se kelek többet. Nőkre. Szerintem olyan kómás voltam, ha pinát láttam volna, abban a pillanatban hánytam volna. Olyan kómás voltam. Gyakorlatilag. Hát... Igen, jókor jöttél, Melinda. Mindig jókor jössz. Hát nem tudom erre mit mondjak, CPS. Miért nem nekem vetetek új gépet? Basszátok meg, köcsögök. Milyen jó lett, hogy jó kis streamer gép, vagy mondjuk ebbe vettünk volna egy izét, egy új videókártyát, mondjuk egy 490-et. Tiszta jó lett volna. Adok képet. Hát jó, tudom, én csak beszélek. Járhatatom a számot feleslegesen. Ezek nem az én cuccaim. Mondjuk, szupresszort azt kértünk. Ezen van. Jó, ez enyém, akkor ezt kértük még rabláson, baszod. Igen, láda, jó, többi nem az enyém. De halad szép, és nem úgy volt, hogy nem gépezel többet? Haló. Hát mondtam én, hogy vissza fogsz térni. A gaming világába. Aha. Uram, van kajád? Van kajád? Elnézést, Remélem, köszönöm szépen. Aztán, mit keres itt Los Santosban a BRFK? Szép estét, aztán a sebesség korlátot. Jajjára csingolós, de ne itt bent a központban. Szeretnének igazoltatni, vagy elindulhatok nyugodtan? Köszönöm szépen. Menjen nyugodtan. Köszönöm. Kösz szépen, Andrew! Tényleg, láttátok a GTA 6 trailert, srácok? Megállok már addig, míg megbeszéljük, hogy ki mit szól a GTA 6-os trailerhez. Figyelj! Azok a leakek, amik történtek egy ilyen hónappal ezelőtt, vagy két hónappal ezelőtt, azok eléggé valóságosak voltak, szóval. A csaj pont úgy néz ki, meg minden, szóval. Szerintem elég baszó lesz. Hát, de ezt gondolhattátok, hogy nem jövőre lesz, érted? Csak belegondoltok, GTA 5 hogy volt? És várjatok, tehát a 2025-ös dátum az a konzolokra van. Szóval... De jó lesz, kivárjuk. Reméljük, hogy addig nem halunk meg. Vagy jön el az atomháború, vagy ilyesmi. És tudunk majd játszani. Bemegy spektátor módba.
Erről még nem hallottam. Mi? Mondom, 32 amper a bővítsetek. 32 amper, amiről beszélsz? Hát ez valahogy lehetve nem így működik sajnos, hogy per revive. Hát ez nem így működik. Ja igen, valószínűleg az új konzolokra várnak. Több mint valószínű. Lesznek majd GTA csomagolt GTA-s Xboxok, meg GTA-s PS-ek. Erre hajt mindenki. Gondolom, hogy a Microsoft, meg a GTA 6, vagy nem, a Microsoft és a PS mi pénzt kell leperkáljanak arra a Rockstarsnak, hogy összehangolják a a kiadást. Annyi nullát nem is láttatok egyes mögött, amennyi pénz van azok mögött, a megállapodások mögött. Iszonyat pénzek forognak. Szavasztok! Yeah. Feleszegek sem megyek, ha az otthon vannak. Legyenek úgyis errefele. Ne! Tabletet. Dani, itt vagy? Tiszteletem, uram, zavartam egy pillanatra? Tessék, engem ne! Jó. Adj el a területet. Kivehetnék egy kocsit? Nem. Akkor jó. Kollega esetleg? Attól függ. Hát... Inkognitóban vagyok. Ha érti, mire célzom. Akkor hagyj el a területet. De mondom, inkognitóban vagyok. Mi ez a puszis kocsit? Kacsint. Szülye gyerek, elütlek, meghalt. Mindegy, nem érti, látom viszlát. Nem. Ha.
Mizu srácok, milyen napotok volt? De nagyon jó. Nagyon jó. Betegesen, de nagyon jó. Jobbulás. Én is köszönöm, jó amúgy. Kis megfázás szintén, de jó. Itt. Mi újság, merre vagy, Dani? Balázs úgyis kilőtt a kerekét. Nem megy ez a szarba, az meg. Kilőtték a kerekét, szállt. Figyelj, tudsz szegyek? Banyád, melyik lövöldöz? Nálam biztosít. Geci, hát kilőttem az ő kerekét, hallod, és meglőttem a hajból egy csövet, bazd meg, és fejbe kurva. Mit adsz, hogy ne lőjem ki? Hozom a kocsit. Kell szőknek, Gerettnek visszaadja a régi izé profilomat. Twitter profilom alatt már azon volt követők, meg minden. Ugye változott a licenszem. Maradjat, hozom a kocsit. Nem ezt akartam, fasza. Egy de jobb. Látok srácok egy picit, mert itt nem bunyó van. Láttam, igen, láttam a GTA trailert. Ki nem látta? De te mindenki látta. Lightspeed, akkor az szerint izé, kábel nélküli, és fülesben még nem ajánlok kábel nélkülit. Főleg nem Logitech-et. Én azt mondom, hogy hangminőség hogy ne legyen a lag, úgymond a kábel. Egeren már van, ami nem kábeles, de a fülesről arról nem tudok lemondani. Szerény vélemény szerint a füles az még egyelőre maradjon kábeles. Hello! Én ebben hiszek. Ki vagy? Ki lennék szerinted? Én nem tudom. Laura? Az igen, szia Norman! Jó! Valaki
valaki el tudna értem jönni, légy szíves főpukli. Sajnálom. Alig, alig jön a városba, azért ezt már kér dolgokat, érted? Akartam ez mondani. Nem is igaz. Hát ne visítsál. Egy cipő, nem most kell egy kabát esetleg, vagy még valami? Lássomak, nem érdekel. Ecska. Te mennyit adol? Megisztom punit, de nem ennyiért megváros. 10 milliót? Egy... 10... P1-et odaadod, P1-et odaadod, beszélhetünk. Persze, ja, az de, kéne. De miért kérdezel véleményt, hogy olyan fülesről, amit már megvettél? Jaj, ne. Olyankor már nem szabad, ezt még akkor kell megkérdezni, amikor még nem vetted meg. Oké, is cucu. Akkor megoldom. Ez a beszéd. Érett, öntudatos nő. Ennyi. De amúgy Huni nagyba ezért feküdik. Kedvenc autó. Mire mire meg, amúgy... megérkeztek, megszerelem a BMW-t is. Láttok GPS-en? Na, mi? GPS-en? Attól függ. Találsz egy tízes? Még átbeszélhetjük. De ne, itt arról beszéljünk, hogy akkor mondom meg, hogy látlak-e a... Ez egy tizet. Mi van? Csóróság van, Balázs? Nálam is az van, hogy egy zsírt amúgy. Ha akarod. Az igen. Akkor inkább nem mondok semmi. Én is csóró vagyok. Hát ez ilyen. Adjad be azt a P1-et te. Hát nem adom el. Nevisítsen. Miért ne? Ne haragudj, de te mit szólogatsz be? Na, még Gergő. Jó, hogy nem adok neked vélet. Nem szabad ilyeneket beszélni. Megteltem, kérdője, azért. Szeretet is béke, szeretet is béke. De mondtad meg nekem, egy, de nem mondja meg, hogy mit csináljak, jó van? Ezt mondjuk meg nem, majd nem. Összetéveszted ám Markival. És ez a hó kiborít. Az előző hó jobb volt. Jaj, elvittem egy oszlopot. Látszik, hallatodik a hangodó, hogy miért az a baj. Júj! Most azt akarod mondani, hogy konyha és még cigány, és hogy mit akart ezzel mondani? Igen, ezt akartam pont. Ezt a különöm. De ti most engem miért sértegettek? Ne haragudjatok, de ti milyen okból kifolyólag sértegettek? A fiam, most lehetek őszinte? Vedd fel a hangodat telefonra. Lehetek őszinte, Lilla? Nem mert. Nem mert. Ja, a múltkor ugye sokáig ébren maradtunk a Markival, itt PS-eztünk meg ilyenek. Aztán mesélte, hogy milyen kinked van. Azt én nem hittem a füleimnek, mert az ilyen nagyon erőszakos a csíped, az ilyen tárgyakkal ütögető, és főnöknek, meg apának hívlak, meg ilyesmi. Tehát ez a daddy's cusz, tudod? Ilyen százas szöget dugunk a makkokba, meg ilyen, ezek jönnek be nekem. Ez igaz? De... Nem. Mennek itt, geci. Én meg arra gondoltam, hogy azért, mert vedd fel a hangodat egy telefonnal, és hallgass utána meg, és akkor rá fogsz jönni. Na, ez még gonoszabb volt, mint amit én mondtam. Amúgy ez tényleg csúnya volt. Ez nagyon csúnya. Nemzetin járt már... Jó, maradjál még picit, állj meg! Nemzetin volt már valaki, hogy lehetett törni? Mit csodát lehet törni? Nemzetit, halk vagyok, szóljátok, megoldom. Nem vagy halk, csak rossz a fülem néha. Nemzeti, vagy, tudod, nemzeti, hogy áll? A topás süketét, hát figyelj, Gósz, ha őt a szopás süketíti, de kurva élet, hogy egy izé repülőbe lettél megfoganva, hogy állandóan repkedsz. Fater ott hagyta a kormányt egy 5 perc, aztán... 23 perc szedték. Kúra. Valamelyik bankot. Valamelyik bankot, vagy a nemzetit?
Ceti. Akkor megyünk egy sima bankot. Van kártyánk? Hát nem tudom, van kártyánk. Itt nézem most a tárolóba. Egy van. Nyomod. Jó, menjünk boltozni akkor négy személyes kocsikkal. Huni, te ugyanúgy. Hol vagy? Hát Balázs vezet, aztán körbe Donátozunk. Akkor toljátok haza... Ki vagyok pihenve? Nem igen, mehetünk. Novaj, novaj, novaj. Megyünk létezni. Yes, vaj. Túszedünk. Hallod Dilla, a P1-et nincsen lefoglaltva? Nincs. Erről pofázok. Hát nem hallottam. Találkozzunk a Hells fölötti boltot. Ja, hát tesz az egyen mindenki túsz, aki tud. Túsz. Nézem kontaktokat, hát. Akkor megyek főpublikra. Hát tegnap nem volt. Vasárnap egy kevés volt. Nekem is lehetnek néha ilyen lassabb napjaim, nem? Sa. Vagy nekem nem lehet? Én nem érdemlem meg? Mondjad akkor. Most Balázs kirakott téged, vagy mi? Aha, kiszálltam kocsiból, hát. Nincs jobb az idő. É, ki van fent, hát? Ki? Unió. Nem szivat! Hívjad már! Ki van fent? És tudom, ki van fent. Hát. Giulio, egy nagyon régi spant. Jó! Ja? Giulio? Ki a hollywoodi Giulio, vagy valami más Giulio? Ez egy másik, ez egy... Akkor nem érkezik, ófasz. Igen, ne sírni fogsz, ne sírjál, drága. Mostanában nagyon kevés az FPS srácok, vettétek észre? Látok srácok, mostanában csak nekem van írtózatosan kevés ilyen szemszámom amúgy. Hát olyan 10-15-tel kevés kevesebb lenne, mint volt. Azért, szerintem azért, mert ugye behozták ezt. Lehet az új hó miatt van amúgy. Hát mert szor az egész fószeráj. Nagyon csúszik a kocsi is egyébként, meg fék sincs benne igazából. Marikszó. Így fogalmaznék én is. Szavasz, Ryers? De maradjatok már... Ryers, egy guggolás, igen, kettő nem. De maradjatok már, mert Rizzi kettő... Ne hóvajozz már a barátomat. Négy személyes autókkal kell jönni. He, akkor gyere ide. Hallod, még egyszer fejbe dobsz, oda megyek. Segítek. Ott leszek. Ott amelyek, azt ott leszek. Na figyelj már, jössz velem? Kis forró csokizni, hát mit pénzt? Nem, hogy szeretnél más, válasz más. De a pénz az alap. Pénz, az mindig jó a pénz. Ez a beszéd. Na gyere, hógolyózhatsz ott is, csak gyere. Nem, én... Nem? Én nem engedem le az ablakot. Hallod, kezetlen, ide gyere! Ha beülsz oda, itt a szembe lévő kocsiba. Találtam egy részt itt, ha azt várja. Figyelj, nem köplek be a yardoknak, hogy medál van rajtad, ilyen rendőrségi medál, gyere ő be. Ez ijjaj, bogaras, mert nem a régi... Nem érdekelsz, üljél be! Na, baba, nem a... Ott a rendőrségi, szembe velünk, ide hívom őket. 30 hónapig terjedő letöltendő lesz. Mint hogy pénzt is kapja, csak nem ott áll. Szia! Nem csinálom semmit. Szia, jól látom, hogy a rendőr dobálódik. Rendőr dobálód? Dob vissza a rendőrnek, a kalapos gecinek, dob vissza! Nem kalapos geci, csak geci, jó? Nem dobál, de ne a majmot! Halló! A mellébe te! Na üljél befele, haladjunk! Nem ülök. Hallod majom, te ráérsz? Sikerült?
Dani. Azt hiszem nekem szóltak, tessék, igen. Te ráérsz? Hát te vagy a majom, hát kinek szól? Maradjál már csendbe! Bocsánat, ez rádió, elnézést. Van kedved velünk tartani egy kis kalandra? Milyen kalandra? Hát én 20 000 dolláros kalandra. Figyelj, 25 és benne vagyok. Legyen 25, gyere. 25. Várjatok. Te is jössz, Andrés, gyere! Dehogy megyek, meg akartalak dobni utoljára. Gyere, te is, 25 ezer dolgok. Jaj, jaj, bazd meg! De miért nyúlsz hozzá a combomhoz? Várj, hülye vagy? Mit tegyünk, sárkok? Tudom, csak próbáltam véletlennek játszani az egyenütőn. Na gyertek, hölsz fölé, srácok. Jó, Benito az... Jó, majd jön. Egy út. Nagyon körbe kell nézek, mert... Sűrűn kerestek embereket ilyen kalandra? Hát, így inkább ebbe a napszakba általában. Jó, kéne nekem egy autó egy már van itt jelentkező, aki jönne nekem tenni. Ilyen kalandvágyó vagyok. Az igen, jó van. Csak ezt csinálom, és lopom a napot. Nem. Ma annyi fagyit megettem, hogy fáját voltam, most már forró csoki kell. Valaki ide tolja a kocsiját, mert... Megyek. Nem. Na, fáradjon be a melegbe. Ah, nagyon jó. Hozzatok kannát! Nem állítod le a kocsit? Á, úgyis mindjárt meg kell tankolni, ezt még nem lehet megtankolni állammotorra. Van itt pénz, hanem ezeknél nem szaroznak a hüzemanyagon. Kettő jelentkező már itt van. Számla számokat, srácok. Ha ráugrasz a P1-emre, nagyon merges leszek rád. Gyere, már jöttem, Balázs. Megyek, ha. Már látom, jöttél. Hagytad Benitót. Másiknak? 229. Izé, 229. Egyébként adhatná egy telefonszámot is. Mármint nem olyan értelemben, hanem hogyha szeretnél még majd ilyen... ilyen kalandra hívni. Jó. Mindjárt jön a harmadik túsz, csak elugrott Benito ér Balázs. Most hangos vagyok? Nem. Nem költ semmi. Mi az, hogy mennyi, geci? Ne basszatok már. Mennyi van? Nem költ nekem semmi. Nem tudom átírni a nevemet amúgy. Nekem a 28 ezer. Engedjetek már be fáját. Nekem nem küldte semmit nagy. Bulasz be van csapva, mint tűzi. Hogyhogy nem küldtem neked semmit? Emlékezz egyetlen arra, hogy mennyi volt a pénzed? 25 ezeret kaptál te is. Ja, jó van, kösz. Nézd, én dobok neked egy telefonszámot. Király vagy, nem ér annyit nektek ez az egész. Mi is úgy szoktunk csinálni. Bármikor van, szóljál. Nem a pénzért csináljuk, hanem kleptomániások vagyunk. Balfasz. Na, törhetem, srácok? Itt van mindenki, aki számít? Mindjárt jövök, várj. Várjatok, hát itt van egy kis dik. Jó, hogy bocsánat. Álljatok már le a faszomba. Mint a Brighton feszüli, nem hogy itt. Bocsánat, kiütöttem a lást. Inkább engem is hívja az ágyra, de ne ahogy. Az én, na elnézést. Haló? Gyere ide. Amúgy add már jött vissza az AP-mat, buzi gyere. Gazdag úr ember, jöjjön majd a pult mögé. Adtok kaját, légy. Adok, gyere. Adj egy ezrest, adok kaját. 4-21. Akkor nem adok kaját. Nem, nincs ingyen sem.
Igen, néztem a GTA trailert, és nagyon baszó lett szerintem. Pénz, nagyon vagi. Adtam neked 100k-t. Cső? Hát az egy kormány. Vigyázz csak az egész jól este. Tudod, mire elég egy napra? Meg vagyok. Autószerelés. Élek, adja lényeg. Kérd meg, nem fontos. Hú, az nem valami meggyőző. Jó van ez? Jó geci, mi a fasz? Tudni, adjál már kölcsönbe egy ötöt. 40 ezer hiány, 13 milla. Adjak? Adjak. Ugye majd 40-est. De figyelj, akkor az kamatozó, itt a kamatozó. Nem. Igen. Geci, itt láttam benne meg itt tegnap itt felbe. Hogy hívják, itt az utcába elment egy izé. Pedig rájönnék egy jó nagy kanapéval érte. Ilyen piros mopeddel vágod. Ez a négy kerekű. 7 misim van. Na. Vágod, nem Dani? Huni, te miért méregetsz engem amúgy? Ott egy woman. Mármint. Wonder Woman vagy mi? Monaco. Halljak! Most csak külön más dolgom van. Ja, úristen. Fújjál meg, nem. Ja. Még leköp! Huniznak a lábát köptem, amiről beszélsz. Na mi van? Becsórézod, Gici. Bennem olvad el a hógolyó, hülye gyerek! Kabátodban. Szia. Hűthető a kabátát. Ezt nem fagy szét. Szia, hogy vagy? Igen. Jó. Az a lényeg. Ja, nem volt rossz, de hát még két év. Azért még sikon nem változhat. Mi a helyzet, srácok? Ilyen komolyan néztek egymásra. Mit láttál, Rafi? Igen, Xbox és PS csak. Inkább ide jöttem, már ütögetnek ott felül velem mindenkit. Kógolyóznak. Eldöntöttem véletlenül, valamelyik még egyszer megütve, ezek fejbe lövöm. A nőt. Jó van, kimegyek. Ja, vigyázzatok a többiekre, Léci. Jó. De ne engem, more. Az Isten csinálsz már. Hűtetők a bátottan egy sim. Hol vagy? Hát ott benézted, mint a gyerek. Jaj! Jaj. Hát ezt nagyon benézted. Az már nem most volt, Rafikám, de igen. Benito, te most mérges vagy ránk. Mi a gyakit? Lapon dobom meg. Ja. Szar. Fú, te. Uzerás. És csak emiatt veszel konzolt? Ki mondta, hogy én veszek konzolt? Faszomat beléd, Balázs! Ja, Marki! Én biztos, hogy nem. Nem hinném, hogy amiatt vennék konzolt. Akkor ne legyél már mérges, hát szoruljon beléd egy gizi féreg. Majd játsszuk a jobb verzióval rá egy évre. Na, atyáj, mit tették, még ilyen... Még PS-re meg konzolra jön, az úgysem lesz az igazi. Na, az meg uni. Unisex, ha? Ennyi unisex embert, geci. Jön a tárgyaló túsz. Igen, belehetjönni. Miért rásítok? Hát tegnap kialudtam magam. Vagyis ma. Ó, puszilom a pocsiját, mondja meg neki. Galmatron 34. Jó vagyok, köszönöm szépen a 33 dolcsit. Kifejezetten jól érzem magam, és te hogy vagy? Remélem jól vagy. Galmatron 34. Téged még nem láttalak a cseten. Ez első kérés. Azt a kúr, geci. Balázs puszilit, azt üzenít az úr. Látszok, néha olyan szívesen megmutatnám az admin chatet. Megmutatom. Jó? De nem mondom el, hogy kikről szól. Ez volt a első kérés. Oké, és? 0-20-ért. Nem, azt mondták, hogy rádiózzam le. Elnézést. Azt amúgy nagy köcsök, csak azért adja elő magát, mert kint vannak a kollégák, és ők is hallják a rádiót. Képzeljék el. Na, 3 darab agyastusszal rendelkezünk. Hogy megigézi a csávút, figyelj, a csávút teljesen transzban van.
Jó, jó, ez a kurva. Senkit nem érdekelt, Balázs. Mindenki jó van? Már csak egy válaszol. És miért nem írtál eddig Galmatron? Szomjas, hát ezek... Na, nem, köszönjük. Semmi. Éheztettek a mindent. Jó, napot, uram, feltennék kicsit a kezét. Jó, papírt. Jó. Tessék. Feltennék kicsit a kezét. Föl. Dick, mit csinálsz? Erre nincs szükségem, köszönöm. Köszönöm szépen én is. Egy pillanat, jövök fel. Hát, ha elkapnak, akkor kérem szépen számolja bele a mínusz 20 hónapba, jó? Dick, odaadtad a pisztolyt, ha? Ja nem, csak a izé, pendrive-ot. Aha. Elnézést. Tárgyalsz, vagy tárgyaljak? Nagyon galmatlan, élvezd jól. Élvezd jól, élvezd jól magad. Tárgyaljál, hát csak ide álltam, hogy legyen valamilyen tekintélyed is, mert magadba nem látszol. Tárgyalódás, jó parancsnok. Három darab agyas túsz tartózkodik itt a boltban. Mi a geci? Mit lennének a követelésekre? Úgy csináltuk valaki eltalán megdúlik a faszomba. Egy vagy kettő. Dani, egy vagy kettő. Micsoda? Mondj egy számot, egy vagy kettő. Nyolc. Egy. Akkor balra teljes szabadult egy túszért. Rádiózzam le, szeretné? Vagy változtatunk? Nem, ez szeretném. Egy darab túszért teljes szabadult balra. Na arra, hogy már ennyire azt is kérdezheted volna, hogy balra vagy jobbra, mert ez ugyanaz volt. Balra szeretnének. Nem, mert ha kettőt mondod, akkor jobbra. Egy darab túszért. De várjál, hát igen, csak ugye, hogyha sorban mondjuk a számokkal, akkor az egyes van balra, szemből néz a kettes meg jobbra, érted? Azt üzenít az akcióparancsnak, hogy kettő darabért megadja. Óha, azt a spúr mindenit, akkor legyen kettő. Figyelj, én kettőt. Belementek itt az ura. Akkor kettő túsz ide jönne? Megdobtam a rendőr. Belementek itt a elkövető. Ha kilődek minket, akkor majd úgyis, akkor is röhülyél majd, Marki. A kolocsi lesz nekik. Ó, itt az ugrana egyet, itt a terepintás kabát. Lőjek akkor is egyet, mikor majd kilőnek? Rendben van, akkor itt elkezdem átvizsgálni az urat. A fasztűrűs ghosti, geci. Mi van, mi? Ó, itt az egyik ura, az kimehet. Itt a velem. Hát ez mellé ment. Túlsz elhagyja itt a boltot átkutatva. 2v1. Ez mikor iskolába izé, tudod? Jószak is. Mi van Gino-ka, mi? Bent a teremben. Nem sok itt ez a lőszer, itt a lőszeres dobozban, uram. Nem. Teli találat. Uram. Na, jó van akkor. Ő az én fegyver... Mutassa meg. Ő az én fegyverhordozó, uram, ne foglalkozzon vele, jó? Jó van. Kivegy a másik túsz is, van nála egy kicsit több lőszer, de gyere, adok el, van nálam 300, vagyis 267. Adja már egy picit, hát. Utolsó túlszér követelés, ura. És hölgy. Na, geci. Na, ötlet, Dani? A túsznál volt amúgy fegyver? Volt nála, de volt fegyver. Na szóval, egy túlszér mit kérni, de mit lehet kérni egy túlszér? Hát itt hát nekem van egy nagyon ötletem. Hát akkor egy túlszér szeretném kérni, hogy induljunk meg közösen válvetve a rendvédelemmel, és keressük meg a Lost Cookot. És dobáljuk meg egymást. Hát ugye vagy? Ez jó. Hát uram, ott van, ki van írva, Lost Cook? Hát nézem már balra. Ott van. Aha. Kialakítunk így kézen fogva egy ilyen csíkot, aztán beszkenneljük a... Keressük meg. Beszkenneljük Los Santos, hát tetőtől talpig. Jó. Elnéz is kérek, előveszem hogy... a távcsövet. Elnéz is, nem veszem komolyan a dolgot, bocsánatot kérek, jó? Ezt rádiózom le, vagy akkor felejtsük el? Ja, nem, ne rádiózom le. Felejtsük el. Távcsövek. Magát akartam egy kicsit jó kedvre deríteni, ha látom, hogy baj van otthon az asszonynal. Dehogy is, hát én nem vettem, csak nem adtam magamba, érti? Értem. Magamba folytam az érzelmeket. Akkor egy túlszért... De azt ne csinálja. Szeretnénk kérni, hogy... Milyen masinák vannak kint? Van hát kint egy ice-os Ranger, vagy mi a Range Rover. Egy TRX, RS-7, meg az... Vagy egy I8 talán. Ezt így tudja fejből? Megnéztem. Van kint egy hurakán is. Egy hurikán. Akkor még egy hurakán. Még egy vinnyogó gép akkor. Így is van. De akkor egy túszér.
kérnénk. Na a lambot. Mennyi egyszer elő rád a 10-er? Igen. Uh-huh. Kettőt, meg egy felet. Nem, a faszt! Hozzatok izé, 3 nitrót. Uh-huh. Tárgyaló az akcióparancsnoknak. Megadja. Utolsó 20-ért. 3 darab? Igen, 3 uh-huh. darab. 3 darab nitrót szeretnének itt az elkövetők. Az a baj, akkor ők is venni fognak, ez így nem jó. Tessék, el lesz fogadva, vagy mi? Nem azért. Egy, 3 darab. Nem azért kérdezem, hogy használni akarom, csak hogy kérek valamit. Hát most jobb, nem tudom az ember. El lettem fogadva. Hát... Hol a másik túsz? Hol a túsz? Itt fekszik. Itt van fekszik. Pusikállak, Ré, nyomjad. De ilyet ne csinálj, mert kimész és nevén szólítod a rendőrt, baszod. Mit pusikáld? Uram, az egyik rendőr korrupt a maguk oldalán, mert ismeri a haveromat itt bent is. Valószínűleg összebeszélnek. De figyeljen rá. Nem. Azt mondta, csak hogy szia cukiré, csókolnálak. Ezt mondta kint az ajtónál. Na hát ebből tudja, mit hallottam? Semmi. Csak megvan a telefonszáma. Aha, szóval maga is korrupt. Aha. Igen. Tehát egyik fülében másikon ki. Nem, most amúgy viccen kívül bement. Megakadt minden, és utána a végét hallottam. Hát mi van, és kizó maga, vagy mi van magával? Jó, itt a túsz amúgy elhagyhatja a bolt. És miért van síjező szemüvegbe? Kimegy egy túsz. Mi is abba vagyunk. Ja? Hát mert tudja, hogy... És miért vagytok síjező szemüvegbe, mi? Izé golyó állod, vagy mi van? Nem megy bele a hova a szemem. Előbbi akción, motorral mentem, képzelj el. Igen? És kellett. Kellett, mert a... Azóta még magán rohadt, gondolom, hogy nem tudom. Így van. Kicsit izzadságszagú, meg popsi, de nem csak baj. Csak ezzel vezetik a légkondis kocsit is? Ami melegít hűt? Micsoda? Persze. Hát a légkondis kocsit. Hát a... Bepárás rögtek ilyen. Na, szedtél elég hógolyót? Igen, hát szedjél. 125-et. Bocsi, bocsi. Hallod? Lilla! Lilla, mondhatok neked valamit? Mondja még egy kell. Igen. Figyelj Lilla, reggel ütöd, este ülöd. Nem hallottam. Behozhatja itt a szemlelünk, vagy azt szeretnék, hogy én hozzam be. Hozzam. Jó, jól szórakozok magamon. Behozhatod. Itt vagy. Gyere, ne bújkálj. Ó, Istenem. Istenem, kinek adhatom itt a nyitófát? Nekem is, majd én szétoztam. Jó, 368. Rendben van. Jó gyorsak voltak, basszus. Hogy itt a helyzetben gyorsak. Hát izé, feltöltötték. Tessék, itt gyorsba, gondolom. Kinek kell egy... Jöhet 3-5-5. 3-5-5, jó. Uninak is adj el. Kinek kell egy? Még egyet tudok adni. Uni! Nekem. Az nem, mi az? Én nem vezetek. Jó, de gyere közelebb és mondd a kedvenc számod. 1-es. 3-7-3. Nesze. És tényleg menj, az mondjuk szép, uramsz. Na, akkor kérdezzen ki, és akkor indulhatunk. Persze, ezt akartam én is. Tárgyaló az akcióparancsnoknak, elhagyhatjuk-e a boltot itt az elkövetőkkel? 350 méteren belül, hogyha lefordulnak itt, akkor azonnali pit, és sziréna. Hagyjad már, hadd mondjam el. Kötelező elmondani, meghalok. Egyből bántod. Még kell nem hogolyok fogni. Feláll a faszom, addig csinálod. Addig te hova mész? Elhátrál. Részeles egy picit, ne kapjál el. De te ne korrupkodjál már rendőrrel. Én nem korrupkodok. De köcsög. Fülj már a vidagítás. És miért nem 5 kocsi van? 5 kocsi! Jó kérdés. Kocsi! Most hányan vannak kint rendőrök? 6-an voltak kint a buzik. Korrupta. Gatya, egy mínusz. Kettő. Mennyi. Meg vagyunk a hátra. Mennyi, hogy meg átfordulja a kis utába. Jól meg nem.
fordultam volna. Igen, kó van gond. Basztó van. Úristen. Jó, igaz. Durranhatunk nálatok egy szerelést, ha már nem láttam, csak akkor, amikor már belementem. Ti nem csúsztok nagyon? Hát nem tagadhatod, de hisz, te is belementél. Két kanyar után kicsúsztunk. Szóval átdurranunk el SPD-re? De jó lenne a rendvédelemnek valami olyan, hogy írja a rablásokat, hogy hol van. Akkor nem látnánk, hogy hol van a rablás, arra nem mennénk bazdmeg. Most mondjam meg az utca névből, bazd meg. Menekülésként búj sem mondod meg. Ne hívjatok erősítést, rácok, ti ketten voltatok itt. Egy fogolyóért folytatjuk, akkor szóljatok. Persze. De te nem nyomjátok a szerelőt akkor, vagy most? Hát baszki, hát ne, már még nekem legyen ez az én károm, majd te megjavítod nekem. Ne, hát ti lebasszátok a betonokat, ami akkor látszik, amikor már ott vagyok. Hát ez nem az én dolgom. Nem raktam le. Hát de a te kollégáid rakták le. Hát jó, hagyom fel a szerelős, hajrá. Én nem fogom kifizetni, ez biztos. Mi, nincs kaszkótok, vagy mi? Dehogy nem. Hát akkor meg? Ez nem azt jelenti, hogy izé... minden ingyé van. Hát nem, hogy melyen chipskét legyél. Azt nem is ő fizeti a kaszkót, azt veri a faszát. Az Audi nem szerelted? Nem kell. Ja jó. Egy kolléga nálam elvan az utcva, visszamegyek két emberre. Jó, oké. Okay. Várjál csak, várjál. Mi van? Szállják ki. Mert? Ah, simát iszom, ha iszom. Most hazafele vettem egyet, de úgyis bőrnel fogom folytatni. Bőrnt vettem volna, csak ott, ahol megálltunk a boltnál, pont nem volt. Mehetünk. Indulhatunk, uram? Nálunk még van víz, vagy? Aha, jajajaja. Megtankoltatod, mert ez csak 70%-ig rakott. Mi a helyzet? Ennyire nem lehet kanyarodni ezzel a Nem, beraktak egy új fajta havat a városba. Marki, mindenki csúszik a faltól a fali. Mi meg vagyunk amúgy, srácok. De pedig nem vezettél még, ti is mondtad, hogy másabb lesz. És láttunk aztán hát valami... de tudod mi a baj ezzel. Embereket gyülekezni. Most mit jelent? Hogy most a, akkor végképp nem lesz értelme annak, hát amit nem tudom, megcsinálni. Mit jelent még, de... Hát így végképp. Lehet, hogy sima ház és ott laknak, vagy... nem is szabad vagy... most foglalkozni. Vagy olyan ház is laknak ott. Most rajtunk a félrendvédelmet. Hát akkor azt mondta, hogy laknak menni. Az, hogy látta embereket gyülekezni. Most minden olyan, mint hogyha sőt látni valaki. Nagyon sok sötét zöld autó. Hát azok tudom ki. Nagyon-nagyon sok sötét zöld autó. Nagy bum-bum régy, sok. Na mi van, Grove Street, vagy mi? Rosszabb. Jó, hagyjuk már onnan. Hát látta. Mi volt három felszólítás, vagy mi? Hát mi az, hogy mit csinálsz? Hát elém állsz, bazd meg, azt megkérdezed, mit csinálsz? Hogy a tépos. Ez az első felszólítás. Jó, nem védelem, gatya. Gyalunk haza. Hát most már tényleg okosan kell. Christian taking... Ox. Ott volt itt lakva. Kérdés a 12-es. Mit tudi?
Ja, Dávid, ez... Neked is kurva kevés a szám? Aha. Sajnos. Kevesebb jóval, mint eddig volt. Meg olyan néha nekem izé, pillanatra... Nem látok sem. Vagy nem is, nem látok. Pillanatra így megáll minden. Ilyet ezt nem így akartam, bazdmeg. Hát... Baszom. Az szép volt, mondjuk. Na tényleg csak a sofőröm. Rajtunk van három, vagy kettő van. Nagyon alul kormányzott lett ez a kocsi. Nem, a hó miatt nyugodjál már meg. Hát tudom. A miatt, geci. Jó meg. Csak olyan, mint a kocsit színnád. Kezd már a hó miatt van. Láttam, láttam. Baznak valami gatya van nálad. Kinél van gatya? Nem, már meghalt a jövő. Tudom, hát az... Hagyjagyat. Most az nem foglalkozott. Még itt vagyok, nem? Aha. Na, most már jó? Oké, és jó van. Köszönöm a kellemes válaszokat. Mit szeretnél? Hogy itt vagyunk-e, vagy hogy hát itt csak még menekültünk. Köszönöm, nyilván azért nem válaszoltunk, mert még menekültünk. Jó, nem neked mondom feltétlen, de oké. Kacsók, az ukrán tapolgatót ki a faszom? Hát azt hiszem az a Benito után. Yes, sir. Na van Kocsa. Neked X6-od, mesélj róla. Ezt tesó intézem. Az csóró vagy, mint a templom. Bátya meg kell, de jól áll. Ja, most, hogy vettem kettő szőrőládát, van 50 ezerem.
már geci, de kurva jól néz ki ez az M1. Hát, kegyetlen az vagy. Na, csöcső. 15 millió vagy 25. De hogy adjuk, semmiben nem adom, ja vagy. 50 ezer piros font. Balázs jelent. Balázs! De most tényleg elcseréltem Mercit egy X-hatra. Igen. Nem tudsz vezetni. Ja, bocs, az én anyám az igazoltam. Én nagy állat most nem bántottam. De hogy nem? Ez most nem, mert tartás. Most te csinálod, nem én. Aha, aha. Tudom, már részt itt fogok. Te csinálod már, mert nekem már túltág. Jaj, igen. De viszont legalább belőle való. Kérdezel, hogy te egyszer elkezd el csajozni és megveszél barátnőt, az a fajta csávó leszel, aki nem fog gumit használni, hanem inkább kinyalja a csajból. Raglak est. Hogy lehet a valamit becsinálni valam? Engedd el inkább, Kali. Gyertek, menjünk valamit, hogy most nem. Ne gyere már mellé, mert beleidek a csomjába. Szucsukat, kára kellett. Dráka nézd. Lőni, én nagyon... Hát ha lehetne egyedi hóembert csinálni, akkor azt mondom, igen, de ugyanaz, mint bárki más, kit nem szarja le. Szia, Niki.
Szia Niki, még egyszer. Szia Niki. Sziasztok, már az előbb köszöntöm, csak én most nem tudok sehol. Hoppá, hullom. Menj már róla. Valaki menjen már el Niki. Mindjárt megyünk, ha. Én most nem tudok sehol. Kirepülök hát. Repülök repülővel. Na, végre. Akkor menjé. Köszi Dani. Akkor jobb volt neki. HCRP. Hardcore roleplay. No. Ide a hajóval így fogok. Tudod mire gondoltam, mi kéne ide? No. Amikor itt várunk egymásra, hogy át, így állunk, meg így hülyeskedünk. Hogy kéne... ott is Solina. Kéne berakni egy asztalt, és sok-sok székkel körülötte, tudod. Ennyit lehet csinálni. Persze, jössz vízeket ide, hogy más vágják nyakadni. Gyere. Hát jó, hogyha kérjük, szerintem tök hamar. Hát a cucunak már nem engedted be. Hát azért írják ezt a montázsukban, mert ironikusan írják, tudod. Ja, és akkor ide leülni, Dani, vagy a hajók? Akár ide, vagy oda a hajók mellé, így leülni, dumálni, meg várni az emberekre, akire várni kell. Most csak... Ja tényleg, kiveszem a piszkost az üzéből. Pusolj meg, kolompát! Szóbb ki cucunak akkor. Láttalak, hiába guggolsz! Ne, de két oldalról nem ér! Állj meg, Lilla, vagy növök! Állj meg! Ha meglőttünk, nagyon mérges. Állj meg, egy sejtetet, ahogolyod, állj meg! Na, fasz, de jó már a cucu. Vagyok, amúgy mostakiktől el van véve az a lehetőség, hogy fegyvert tesztek elő, szegényeket sajnálom, nem tudnak. Lesz, megérdemlik. Stop, Dani, stop! Meg is ér. Hát de el kell találnod, nem stop! Találj el! Stop, soros! Hát de miért? De mi a fasz? Akkor Uni, elmész ér? Amám! Ha megállok egy helyben, lássuk, eltalálsz. Jó, nézzük meg. Az a baj, hogy érzem, hogy balfasz vagyok. De kiállt. Na, próbáld meg! Hát de hova dobsz? Hát itt vagyok, baszod! Hova dobsz? Különböző fejem fölé dobsz. Dobjad. Na, de fejem. Hát de melyik dobott meg engem? What? Nem én voltam. Köszi, mi van Benítóval, bazeg? Rázza az ideg? Figyelj, mi csinálsz Benító? Mi a szar? Nem üsselek el. Hát nem tudod ezt megcsinálni, Dani, vagy mi? Isten kóbolyom. Melyik dobál meg? Az első kereket szívikem, hogy kapar, geci. Jújj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 
Kurva anyád. Dani, innen hallom, hogy röfögsz, ne ilyen hangosan. Azt a kurva, miért borultál? És akkor most hogy van, Dani, hogyha én most kimosom, akkor most ide a számlánkra megy most csak a szó? Nem, a kezedbe, te hülye! Figyeld már, hülye! Be van fogyva a víz. Rakjál már vissza a líderbe. Ja, gyere! Mi a izé, kedvenc számod? Levet líderből valaki. Nem levet, hanem lebugott, mert kaptál izé, gondolom. Angyali jogot. Azért, és ilyenkor levet kell? Á, szóval össze szokott izé szarrakodni. Mi a kedvenc számod? Nem is kell a kedvenc számod, baszod. Dávid Jackson. Ez őskülötek óta ez a nevem. Ez maradjon is így. Mint neked a CIA. Tényleg, Dani, a 10 misinkkel billet, Borki, szépbe raktad az út? Átküldtem Daninak a pénzt. Hát most 8700 er van bent. Hát nem mondtam neked, Dani. Ő kimosta, Marki elutalta nekem, mert beraktam az izébe. Ja, csak tudjátok mi a baj, hogy az Old Boys-ba ugye kimostam. És hülye voltam, mert nem az Old Boys-os munkába mostam ki, ezért nem teljeset kaptam. Az meg bement az Old Boys-os izé,
Csak számlára, a Mokesz meg eladta az oldba, és úgy, hogy ott csücsül a 3 millió. Vagy 4 millió. Jó van szar, de... De mindegy. Későn szóltunk neki, mindegy. Mi? Marki tudott róla? Mi ez, hogy későn szóltunk? Akkor nem tudom. Azt... Na menjünk bankozni, srácok, hozzatok kocsit, amivel akartok jönni. A lényeg az, hogy 4 személyes legyen. Várjál, mert léptek meg, léptek ide még egy volt. De nem már, minek? Nem néz ki jó. Az még nem raktam ki a... Még repülünk vissza. Itt nem hagyjuk. Rakjuk már ki, hogy Dani, vagy valami Rocky. Mondd azt, hogy nem néz ki. Mert mind a ketten csúszik. Rakjuk már ki, hogy Rocky. Gyerek is csinálhat. Nem tudom. Sajjel akarod kirakdat Rocky. Én nem akarom. Nem tudom, hogy... Hát tényleg megyünk bárki közösen átvenni az adventi kalendáriumot. Plusz egyezem amúgy, de Dávid, akkor figyelj! Ja tényleg, tényleg felállt már el. Tegnap ki se vettem, geci. Gyere, értem. Hát nem, bealudtam, tudod. Gyere majd elég, geci. Menjünk kivenni az adventi kalendáriumot, srácok. Nincsen belépő kártyánk. Akkor terepjáróval menjünk. Nekem van, az előző a boltrablásba hoztam. Várjatok már, megnézni. Megvárunk, Niki. Faszom a csusok. Susogolsat. De nem te susogtál, Niki, hanem egy... Hallod, hogy kisusog, kurva száját neki a susogásának? Akkor csak gyere. Melyik susog az? Melyik az? Mehetünk. Mi hol vagy? Azt hittem szét lehet lőni. Hát nem, édesanyádat. Hogy te repülsz? Igen. Láthatod, hogy ez most már nem... Ember! Láthatod, hogy ez most már nem dodge, hanem... Semmi. Ah, látom, sikerül. De lett véve mindenről? Csak elindultatok. Hát nem, csak dolgoztam ezen a kocsin a műhelybe, a koszolódásán. Azt akkor már ott volt elevetem. Úgy voltam, mert elevetem róla. Még a kormányról is nekem. Most üres a kormány. Keszi. Mélem berókban. Hát egy izé, egy kecske helyett rá kellett volna tenni, nem tudom, egy rókát. Nem, majd... Amúgy nem lenne rossz valami egyedi jelzés, tudod? Hogy mondjuk... AR. Egy AR Edition-es márka jelzés. Hát valami olyasmi. Hát kellene csinálni egyet, amúgy én benne lennék. Mondjuk, hogy A vagy... Vagy itt AR, és akkor lenne mindegyik kocsin egy ilyen jelzés. Ez lenne a márka. Nem tudom. Tudsz valami ezért kis betekintést mondani arról, hogy milyen lesz az egy karácsonyi kocsi? Valami minden, egy márkát esetleg mondja, egy márkát például. Hát, márkát? Csak így valami exkluzivitás legyen már rajtam keresztül. Exkluzivitás? Annyit mondok, hogy 4 személyes lesz, és jobb lesz, mint az eddigi exkluzív kocsi. Tehát 4 személyes lesz, srácok, és jobb lesz, mint az eddigi ajándékautó. Spoiler. És ez a spoiler, hogy igen, hogy széttörtük az autónkat. Ez annyira rossz ez a kordon, bazd meg. Miért nem jelzi a térkép, vagy nem tudom, valami... A Mirror Kartnál kordon van, vigyázzatok. Ennyi spoilert vagyok hajlandó mondani. Márka az majd... Márka amúgy se lesz rajta, bazd. Hát jó, akkor úgy értem, hogy a márka, amiből csinálva lesz. Hát a... Találjátok ki. Jó, ugye akkor az... várj, mi, az, mi nem, az emblémája? Nem. Elmond, körülírom, jó? Írjad körül, jó, mert. A márkát. Amikor balra megy, akkor jobbra indexel. BMW? Igen. Hát ezt azért nem volt nehéz kitalálni. Azt hittem lesz valami kihívás benne. Nem. Mire gondoltál, Izi? Hát valami különlegességre gondoltam. Tehát tudva, hogy... Mi Mitsubishi vagy? Hát nem Mitsubishi, de mondok neked egyet. Például... Valami jó kis koncept elektromos autó, ami most jöttek ki. Valami Honda Ubi. Vision 76. És mi, egyedi hangja lesz, vagy ilyen kapa hangja lesz? Hát, azt nem tudom még egyelőre.
De a... azt tudom, hogy az irányítás az... mivel ugye szép tüzék vannak a városok. És akkor azt kapja, aki meg aki minden nap kiveszi az ajándékot? Vagy az, aki ott lesz, amikor jár? Ezt nem tudom, ugye eddig úgy volt, hogy tudod, hogy jöttek a... a... akik kiestem belőle, leszálltak, leszálltak hozzánk, aztán... Jajjaj. Tudom, mert véres verejtékkel én is adavattam. De szerintem most ki kell szedni minimum valami mennyiséget a tüzéből. Húsz darab kell legyen kiszedve minimum, azt mondja. Jajjaj. Valaki. Hát vagy ez lesz, vagy akkor tényleg osztogatás lesz. Aki az összeset kiszedi? Az osztogatás az... az ügyes volt. Az még hülyeség az osztogatás, már annyi munka van mire. Nem kell azt osztogatni, beled azt meg lehet azt adani, úgyhogy aki részt vett, legalább egyet kivett, akkor a végig ki tudja menni az gyorsó dobozból, érted? Nem kell szabogatni. De jó lesz ennyi, ennyit mondok, hogy teljesítmény úgy jövődik. Köszönjük fel a drogon, mint ő nekem akart volna jönni. Last Christmas. I give you my heart. Jaj, a Mikulás elől el kell tenni a fegyvert, ahogy virgált tudjon. Jó van. Köszönjük szépen az információt. Hello. Jó. Minden nap 20 ezeret kapunk? Nem tudom, tesó, de vigyem elegetek. De ezek a 20 ezer dollár, mire jó ez ember? Hát, minden nap 20 ezer egy tömés dollár? Nem veszek belőle a fogamra. Azt hittem, hogy tömő. Dániel! Igen? Tömőzöl. Tömőzök? Ki voltam? Aha. Söné. Tömőzöl, bazd meg. De mire gondolsz? Nyomod a snüsz, Dáni. Snüsszözöl, Dániel? Én nem. Dehogy nem, hát azt mondtad, hogy tömő. Adjatok egy 150-es iceberget. Fogadtam az ötletedet, Niki. Hát, mindig szaladgál a 100-es út. Nem tudok olyan gyorsan. Jó napot kívánok. Tibike? Jó, hagyj itt. Ség. Ja, sem. Ez a Tibike? Zoranjuk ide a 68-as bankhoz. 68-as úti bankhoz. Megyünk túlszél. Hát, itt nem most. A 68-as úton. Nem vagyok. Kombolyt követek, kombolyt követek. Vétel. Aki nem tud vezetni. Melyik? Mit beszél a lúgya? Beverte a pináját? Beverte, képzelj. Miről beszélsz? Te jöttem, te hülye gyerek. A fikám kiesett ma ezek. Belecsapódott a kezdet. Probléma egy esetleg. Vezetni meg nem tudsz, bazd meg. Téged meg várnak, hogy megvan a stílom. Előtt, hogy benyújtunk fel nekem. Tudom, hogy itt van, halom. A valaki vegye már a pontot, nem akarok visszamenni. Nem, Palatóba kéne menni. Á, mondjuk Palatóban nincs egy túlszak az a baj. Ott csak az van, aki üzletelni akar. Köpjébe, köpjébe. Út, 66. Hát de meg se áll ez a gyár. De nem rendőr, azért nem fog megállni. De rendőr, amúgy rendőr. Rá is jött, bro. Hát nem lehetett hallani a kopogást amúgy? Miért nem hallottam? Az egy kávé. Mondjátok túlszedni. Lehetett hallani a kopogást, srácok? Visszaadom a cash-t, mert nem tudom, hogy lehetett-e hallani. Jó, én nem hallottam valamiért. Hol? Na mi a
fáradtam belőle. Úgy tegnap voltam kurva kómás, de úgy kipihentem valamit. Akkor, amikor mondtam, hogy majd jövök vissza, emlékszel? Aha. Én többet nem kiáltam fel, csak reggel. Na akkor ezt figyeljen. Meg én elkezdtem tegnap este a szújt. Van magyar szinkron is? Nincs, nincs, nincs. Abba hagyhatatlan vagy meg. Ide akartam beparkolni. De ne csak azért mondd, mert nekem tetszik, biztos, hogy tetszik? Hát nekem, mert úgy érted, kurva hosszú maga a sorozat. Úgy megfogott. Jaj, jaj. Még csak az meg az első részt fejezted be, a másfél óra az egyszer. Hát tudsz, hogy meghaltam. Ott hagytad, hogy szerintették. Ezt lehet. Jó. Bemegyünk ide szerelők? Mert kérdezzük, hogy jönnek-e? Bejáratnak. Ennek elő kell nivelni. Kedvenc szányad, mint... Dani, hozol túl, hogy bemenjen. Most akkor lehet OC-be beszélni, nem? Arra, hogyha azt akartok ilyen kapukat, te Dani. Admin jelenlétében lehet OC-be. Dani elindítom, mi a munkája közben nem, mert nem fogják tisztelni. Nem mintha most tisztelnék, de ennyire sok nem fogják most tisztelni. Megyünk, keresünk mit úszt amúgy, de minél nagyon többen rossz keresünk, az a lényeg. Szevasz, szevasz, 20 000, 20 000 és beülsz, 20 000. Persze, lehetünk, leteszem a Skyline. Nyomod, nyomod, hajrá! Ilyen lány. Ja, Skyline. Várjatok! Jaj! Látjuk! Akkor nem csak nekem. 20 000, 20 000, 20 000! 20 000 és beűsz. Meg egy hógolyó. Mi van, meleged van? Vagy miért izé táncolsz a kezeddel? 20 000 és beűsz egy hógolyóért cserébe. Hát én most nincs itt. Nagyon rossz a szemem, menjünk innen. 20 000! Gyere, 20 000! 20 000? Még így szóba se állunk, érted? 20 000! Hallod, 20 000? 20 000 és nyersz. Itt fiú. Tedd le a kocsit, azt gyere, 20 000! Ha most nem, a télapót szeretnék elvenni. Várjál, elmegyünk veletek, mennyi ideig tart, hova mentek, meg mit csináltok? Izét tervezünk, 68-as úton lévő bankot. Az pont a Mikulás fele van. Az jó, az jó, az jó. Oda megyünk kocsival, mert akkor mi onnan tovább megyünk, erre hátra. Hát jó van, de akkor ne verj át. Hal... Aj, hagyjad már hülyeség. Meg nem kell nekünk pénz érte. Hallod, Huti, jössz el? Eljössz, segítünk a fiúknak. Igen. Hát, ha majd ők is segítenek. A 68-as úti banknál tala. Oké, okay, jel... Oké, okay, már meg van jelölve. 68-as úti bankhoz gyertek, van már több túlsz is. Jönnek okay, saját pecsőből. Mondják a srácok, de a Porsche mögöttünk egész jól megy ebbe a hóba. Igen. Jaj, ja, annak az nem annyira sértette még ez a fajta hó. Megy a sziréna, szia. Keresik. Értem, énekelhetek nektek egyes srácok, lányok. 2 millióért. Nézzétek meg, lehet törni is? Olyan szép! Elvileg lehet, azt mondták. Megnéztem az előbb, de igen. Jó, akkor valaki intézi a kocsit. Hát csak igazoltatni akar valaki. Egy perc. Mert a bolt a tisztedi. Egy perc, Dani. Kiraktam a földre egy szerőládát, meg egy kannát. Tankoljátok már meg a kocsit, meg szereljétek meg az enyémet. A bolt is így a vallások.
Gyere be, főnök. Az néni. Jövök, megcsinálom neked. Ott van a földön minden. Ide be. Ott repült egy kis hó. Már veletek. Figyeljetek, átsúnyolok. Mi a számla számod, kalapos? Akár, ja, azt hittem én tartok. Előláda nincsen. Én sokkás vagyok simán, csak 367. Eskü nem fognak látni. Hoppá, te valami más kapsz, nem pénz? Nem fognak látni. Arrébb is állok. Eskü nem látni. Valami. Még egyszer, micsoda? Mutatás lesz a helyszínen. Oda, hogy... Számla számod, micsoda még egyszer? Elővöldöz be őket. Marki! 367. A Hutinak elküldted a kordit? Hát mondtam neki, hogy harmadik előtt, de már nem jöhet ide. Érted? Akkor hív fel, hogy már nem jöhet ide. De jöhet, jöhet. Hát mi nem kezdődött el a rablás, csak ezek már ide állnak, ha nem. Ja, akkor bejön ide szépen. Dani, leraktad a szerelő ládát? Ott van a földön, igen. Nincs itt. Na, nézd meg jobban. Uram, amúgy még el se kezdtük törni, csak szóval csak mondom. Nézd meg. A boltodra bólje. Ja, a boltot törik. Ja, hogy itt más mellett nyomjuk, az nagyon jó lesz. Kajakra mondom, nincs itt, nézd meg. És nálam nincsen. Hát akkor ez nagyon tré lesz így. Tedd fel a kezd. Van nálad még, Dani, vagy adjak? Micsoda? Hát szereled? Daniel. Menekülünk az X-ottal mi is. Hát akkor kibasztam egyet a földre, mi a fasz? Hát jól maradjatok csönd. Szerintem felszedte. Nem is szedtem föl, mert én vettem már a... Mit csinál ez a pick-up itt mellett? Annyi komolytál szemben, majd én megkártam a kocsimát. Beférek még, vagy már nem? Nem tudom. Hát ha nagyon sírt, akkor csak kocsival nem. Kocsival még max egy ember jöhet. Gyere már ide! Sépert is ott van akkor. Na, a boltba gyere. Most akkor miért a boltba mentél? Hát... Hogy tetszik a hóembere? Nekem is tetszik, ugye két tavok. Hogy mondod? Magukat a hangszállatnál. Lehetne amúgy kezdeni. Csak szólok. Hát de nem akarom elkezdeni, mert szomszédban van egy boltrablás. Még ne kezd a Dániel, amíg el nem van. Ja, megvárom még el, meg az utána töröm. Mit szeretné? Ja nem lehet ilyet csinálni. Srácok, feltankoljam a kocsitokat, meg szereljem meg. Mi is a bankot raboljuk, de nem indítjuk el, ameddig ti csináljátok. Hogy tudjatok normálisan elindulni. Nem kell, kösz. Biztos? Nem kell. Minden fullon van. Na jó, köszi szépen adni. Ha kiszedtétek a pénzt, nem akarjátok itt adni, azt berakom ide a bokorba, az izé bolt mögé. De hogy ne belecsúszhatom azonnal a zsebedbe. Félsz, hogy nekem kell a pénz? Hát most na, miért ne? Mindegy. Persze, bemehet, gondolom. Én nem oda tartozok. Hát figyelj, az úrra valamára. Te ne szálljálj! Oda ne csináld, de ne rakd oda. Ez a bolázat egy bombja. Mit vagyok? Tegyük, így hát jó. Hogy jövünk ki onnan, hát? Marki oda nem tett. Ja. Az jól lett letrakva, hát. Hát de most ki lehet jönni, bazd. Két személyes, vagy négy személyes? Átmegy a hóemberrel. Négy. Dávid, nézd. Akkor jó van, akkor nem szól. Ja, négy személyes. Na hagyd itt, azt majd eldöntjük a végig ki, hogy megy. Hát akkor jó van. Elég jobb tép, úgyhogy. Bazd meg elvitt a hógolyomat a húzba is. Csak majd is egyet ide így. Hallod, kolompár, szokkodjam ki. Ki ez a vastag csaj? Jó, Niki, te... Szerszasz, Niki, hogy vagy? Szia! Jól vagyok. De majd fel kéne vegyem olyan hasonló ruhát, mint amilyen Lindának van. Jó napot eladó a McDonald's. Jó, csak nem volt kitéve sehol, és aztán... Lida, majd kirakod neki, léci? Eladó a McDonald's. Kiki. Vagy keresetek együtt valamit, amit ti szoktatok hordani, vagy megfelel mindkettőtöknek. Nem tudom letenni meg. Mit csak kívül mondom, hogyha kell eladó annyi? Eladó a McDonald's. Kajakat már rá. Na, hogy menj, hogy ne. Mennyi eladod el?
Mit? A Mekit. Nem tudjuk még. Jó, de majd szólj az embereknek, hogy a izé minőségi menü nem jár vele, azt ők kell csinálják majd. Persze. Jó, rendben, Dániel. Nem már mint valaki izé ajánl 600 000-et azért, mert azt hiszi, hogy olyan jó menü jön belőle. Jó van. De hát annyiért megcsinálod nekik, nem? De, annyiért megcsinálod. Menünként 2000 pp, igen. Kinek kell a menü, jó. Kinek kell, gyertek. Nekem kell a menü. Hallod, Barke? 200 000-ről adjuk az ugyóra. 2000. Mennyiért? 200. A 300. Jó, no, de 1 millióért. De mi lesz veletek a Meki nélkül? Mi lesz? Hát nem tudom. Hát meggazdagodunk. Az aztán nagy gazdagság. Barke hozott magának így egyet. Nekem már van egy ötletem, Dávid, amúgy. Nem, Frax, akarom mondani, hogy több easy business-em nem lesz, az is biztos. Nem business. Megforgatjuk a pénzt. Szóljatok, ha segítsek. Na jó, beszélünk én kell, köszi. Én hozok egy egyedit. Na jó. Azt a kurva, ez elég bunkó volt, kolompár. A túlsz elmegy a ruhaboltba, mindjárt jön. Most mi van? Ez tőle is bunkó volt, mert azt hiszi, hogy nem tudok business-elni. Ja, azért ki? Csináltam, majdnem 300 kell tisztelt, vagy meg egy 2 óra alatt. Így van. Jaj. Nagyon jó. Jó, figyeljétek csak a Meki eladó 500 izébe, millióba. Valahogy 500 millió dollár. Eladó a fürdővizem 100 000-ért. Azt megvenném. Az igen. Fizeted a Foxpost paketát? Foxpost paketát. Az mit csinálom, hogy posta? Te mobil Fox member vagy? Hoppá! Fizeted a Foxpostot? Fizeted a szállítást? Ja, ezt megkaphatom a fürdővizet? Az durva lenne azért. Valakinél van esetleg forró tea? Hú, se dolgok. Amúgy te annyira vágod az ilyen dagadt dolgokat. Vagy te, vagy valaki a családban dagadt nálad. Én vagyok másik oldalt meg. Hogy te is dagadt voltál, vagy nem tudom. Fázom meg. Hát, ezt bebuktad. Hát jó, nincs EU lennem éppen. Éppen! Lejárt a szub. Jó, ugye. Kicsit sem néz ki. Megy a bajka rendőr. Fuck! Hopp! Olyanok vagyunk, mint a rossz oldás. Fuck! Még ezt hogy dobálják? Akkor két bankkártyának kérem. Dániel, hol vagy? Mi van? Gratulálok, Tica. Most? Ember! Szép. Na most? Most szállj be. Figyelj, mindjárt összeesik a rendőr, figyelj. És én erre engedélyt adtam? Te vezetél, csak szálljál már. Elesett a hő, most ne bántsod. Ezt itt az úrba kapta a táskás. Hallod, tiéd a kocsi, akkor szállj ki, ülj be a vezetőülésbe, nyisd ki biztos. Már beültem a vezetőbe, Dani, he. Már beültem a vezetőbe, csak. Akkor a nővel van valami, cseréld le. Ha geci. Na, be tudsz már ülni. Mondom én, ez gyári hibás. Szarakocsi, villamos. Édes faszom, he. Hát, 20 metró villamos, ezért kerültem. Na végre. A gyász kivertem. Megdobáljuk a rendőrök kerekét hógolyóval, hát a kicsúsznak. De golyóval azért, ne hógolyóval. Hógolyóval. Ember! Most jövök ki a templomból. Figyeld a rendőr. Nem tudom, valami büdös nőzőt. Mit van? Durantom én is a bankot. Átalaszod, cseréljetek egy számot, azt majd utána majd beszélünk. Cseréljünk telú számot, gyere. Mondd a telú számot. Nálam ez van most, Pepe, az egyetlen. Elkezdtem. Van ilyen telefon, de nem működik a telefon. Mióta állapkált a telefonomat reggel, azok nem akar működni. Alkalmazás, mert most mondta Kristóf, hogy törüljön. Daniel! Daniel, ítom mi amol! Igen. Nem veszi elő, elromlott, én nem tudom. OTP az a simple. Gyertek be, mert Margo voltak. Kikerülne az alkalmazást.
az alkalmazásnak kártyát fedd le róla. Nem működik a telefonja az úrnak? Nem, sehogy. Mindjárt megkérdez a Marikát. Nem tudja elővenni. Mutasd meg a mutasd, nézzem meg a kezembe. Fuck! Ezt vedd előtt egyet! Átadok, ingyen kaptam engem, nem nagyon zettem. Jó napot kívánok! Ebből jöttem annyi tesszük. Napot kívánok, napot. Ide építhetek egy hóembert? Hát azért ne szórakozzál, nem akarom, hogy ne lehessen kiszedni valami. Üljél le magadna! Állj le! De jó lenne egy Dániel podcast. Hogyne? Kedves városlakók! A mai podcastben a dohányzásra fogunk beszélni. Na végre! Már régóta Amerikára. Gondoltam erre, hogy kéne egy ilyet csinálni, de hát sosem volt rá türelmem. Én csatlakozom hozzá, csak gondolod. Én adom majd a background musicot. Tojócik ezzel nekem. Hát azért reméljük többet tudsz adni egy background musicnál. Én többet, én majd beszélni fogok. Én azt szokjál, hogy te leszel a jó zsaru, én a rossz zsaru, a másik részben én leszek a rossz zsaru, te leszel a jó zsaru. Csináljunk ilyen sorozatot, nem? Hogy izé? Kopó. A kopó... Ja, hírek, ezen a héten belettek handlingelve, ezek a kocsik, stb. Akkor lenne gecc. Bemész a szerelőterepre, megkérdezette ki a buzi, és akkor szerelem, hogy én. Így összegezzük az update-eket, amik történtek, meg a hibajavításokat. Sziasztok! És akkor kivehetik a izék, az angyalok. Mai műsorainkban update-eket hallhattok, handling fixeket, izé, új build került a szerverre, kérek, aki ezt töröljétek. Mi itt vagyunk most a... Itt vagyunk most, elvittek. Jó, oké. Kedves játékosok, legjobb hobbi munka a kamionozás. Értesülésünk alapján a PSB megint nagyot szakított. Kirabolták ismét sikeresen nemzeti bankot. Csináljuk! Vegyük már meg, eladom meg itt, és vegyünk ilyen híradós ízőt. Megvegyük a vézőnyút. Hogyne. És akkor ízőt. Azért annyi munkával járgat, én azt túlmusoljam. Szijjártó káv. Emlékszel, hogy csinálták múlt ízét? Volt, hogy csinálta a vézőnyúz régen. Köszönjük, Dávid, ez emlékszel, hogy persze, volt. Csináltak videót is. Emlékszem, hogy oda jöttek hozzánk a rablásra mindig, és akkor magával mehetünk az üldözésre? Ja. És oda jött a izé, emlékszem, egy ilyen kis vékony hangú izé. Aha, gyere, kommentátor rá volt. Az arcomra, aha, togj rajta, csat. Amúgy az nagyot menne. Bazd meg, minden héten kiraknánk egy ilyen izét, lehet, nem? Kapkod. Los Santos városában. Nem. Gyilkosság történt. Már ne. Kolompár lenne a kommentátum. Mert kivágom az ujjába, bor. Aztán kukászatod. Szép, leveszem. Bemondanánk az izé. Bemondanánk az adás vége. Én már kiszúrgatok hogy egy ilyen... Hallod, Marki, láttad el azokat az időjárás jelentéseket? Hát azért én nem látom. Marha jó nő csinál én. Mindig amikor fordul egyik oldalra a másik oldalra, mindig a fókusz a seggén van, nem tudom, láttál annál olyan videót. Tényleg, igen. És akkor beraknak Nikit időjárás jelentőnek. Nikit idő, tényleg. A hangja is tökéletesen megfelel. És akkor így állna. Oda mutatna, hogy a holnapi napon 35 Fahrenheit lesz. Milyen pinanap? Jó van, Dávid, kanos vagy, hogy mi van, geci? Hopp, gurul ért! Dávid most éppen a geci gránátot dobálja. Nézd, és a Lillának a szemüvegére, ja? Közbazd meg. Jó van, Dávid, na most kiveszem minden hátulról szépen a nitrómat. És megetetsz nitrógázzal. Ide jövök, megfogom, lefogom a Dávidot. De ne fogjál le senki! Lefogom, és beledugom a seggébe a sok gázt. Ott van össze. Szívem. Mondtam én. Na, itt vagy, narancs. Persze. Akkor majd csekkoljátok élményképeket. Ne! Olyan... Régen. Kiskoromban. Nem! Varulom egy videóba, ez meg ahol izé. Ahol ilyen időjárás jelentének, tudod, elmentünk még a... Még nem itt éltem. Nem bírom. Elmentünk a...
Mi az? Gyere, Huggy, ülj le. M1, meg M2, meg minden M3, M4, tudod? Oké, akkor közétek. Igen. Hát a Krisztián, hogy már arrébb azt mondja. Lehetőségünk volt eljátszani ilyen időjárás jelentősen, de nagyon komoly volt. Ez kb. Szerintem ilyen 7-8 éve lehetett. Jó, menj onnan! Huzonan. Sőt, nem, 10 bar. Huni, ülj le gyorsan! A Magyar TV-nél? Ah, most nagyon komoly volt, és ott voltunk izé, és akkor mondtam, hogy... Mondtam, hogy... Csupa zöld volt minden, de... vagy hogy volt? Hát ez mögöttem csupa zöld volt, ja, minden, és ugye az adásban meg látszódott, de olyan volt, hogy ugye a kamerákon ment a szöveg, és akkor onnan kellett olvasni, de olyan kurva gyors volt. Hát igen, mert normálisan tudják fejből, csak az olyan segítség. És így ment ott a szöveg, mondták, hogy olvassuk. Ez így odabaszott. De nagyon komoly volt. Hallod, Daniel? Mondjad. Van egy ötletem, hallod, kérjük azt két túszért, hogy hógolyó csatázzak velünk. De nincs értelme, minek? Csak zavar lenne. És odaadjuk a felé. Niki bazeg olyan, mint a le akarna lőni, nézd meg. Lilla, a férjedet le akarják lőni. Ez melyik? Az ötös. Le akarnak lőni. Így megkérdezem, hogy melyik. Most már tényleg Houdini. Én a levegőbe ül. Beszarok neki. Én félreállok, mint mi a kapok. Ülj le, Houdini. Azt mondja, hogy le akarnak vagyok, én ilyenkor amúgy, én csak attól félek, hogy ez a kék társaság mit gondol ilyen rókor rólunk egy gyerekek. Neki nem fog lelőni. Ezek vagyunk mi srácok. De nem tudom, hogy már bele a falba. Leülök már a faszomba. Hagynád, hogy lelőjön? Nem jó, hagyom, hogy lelőjön, de tudom, hogy Niki nem fog lelőni. Segítség, le akar lőni. Kolompá! Lelőheted, megbírítottam. Nem foglak lelőni. Biztos? Kérem, mondjál, mit érez, hogy le akarják lőni. Mondjál, kérem, mit érez. Dani. Daniel. És én ilyen világban élek? Egy csendes kisváros. Így van. Nem lehet hallani. Egy csendes kisváros. De lehet hallani. Lehet, már megcsináltam, nyugodjál meg. Ja. Csak a fancy neved miatt nem találtalak meg egyből. Gyere, Huni. Gyere, fogtok meg a combom, milyen jól fiú. Hát már jönnek. Sose végzünk, bazd meg, nem hiszem el. Srácok, hány túszon összesen? Egy. Ó, bazdeg. Ugye? Kettő, négy. Itt vagyok, az biztos. Négy. Elnézést! Hát itt vagyok, ilyenek ők. Elkezdhetnénk a tárgyalás, hogy a túszok tudjanak menni? Azt majd várunk egységekre, arról van szó. Csak a túszok ne üljenek már annyit egy helyben, érti? Jó, akkor egy-két perc, jó? Jó. Ott egy geci fog mögöttetek. Valamelyik megdob, megölöm. Asztal! Én rám tessék fognak. Bocsi, én voltam. Én nem hazudok, menjél, meghalsz a faszom, lelőlek. Ne baszakodjatok ma Benítóval? Hát igen, jobban járunk, ha vele nem most. Menj már zokni arrébb. Mit fogok állni? A pisztoly előtt. Mondom, menj arrébb, mert... Belenézzük a pisztolyba, várjál. Menj már arrébb. Látom a lőszerben. Tedd bele a faszod, hang vagy. Á, ő neki bele a fél. Amúgy. Új, gyerekek, az fáj. Na, megjött a Mikulás. De jó, megint paradunk. Jó napot, kopogok. Tiszteletembe jöhetek? Jöjjön. Figyelj, ezt a három kék ruhásat leigazolnál nekünk, hogy tudjuk elengedni őket, mert mennének Mikulás csomagot kiszedni. Rendben. Igen, leigazoltam. Ezt akcióparancsnoknak elmondanám, jó? Nyugodtan. Túszadi akcióparancsnak, itt van három kék ruhás túsz, akit le kéne, hogy igazoljak, mert nagyon mennének. Jó? Ó, nagyon rendesek. Köszönjük. Jó, akkor mehettek. Akkor akkor mennek. Köszönjük. Sziasztok. Legyen nektek szerencsés. Viszlát. Ha lehetünk. Nos, akkor bemutatkozzál. Jó, kerek. Jelvén mutatotok? Persze, nyugodtan. Jó, tiszteletem, Francesco Alexander vagyok, a LS County Sheriff-sétől, jelvény száma 9873, rendfordulatom 6 nagy... Az igen. Popcornt valaki maga hoz. Maga izé, aki szokta adni az autókat a rablásra, vagy mi? Hát basszus, nem tudom, vagy lehet, hogy ott vagyok. Az na jó, figyelj, mint látta, 4 túszunk van, majd is 3 kiment, 1 meg itt van, hol vagy? Ott van né. Itt vagyok. És ezek hozzá egy szólhat, ha akar, hogy
Hogy van? Jó van az úr, minden, minden persze, rendi? Persze, minden. Fejezd be, míg tárgyalok. Minden, jó rendben. Víz, minden, akkor jó. Ennek örülök, ezt továbbítom akcióparancsnok. Túlsztárgyal akcióparancsnok. Az elkövetők, ugye, azzal a három darab agyas túlszal, aki elhagyták a bankot, illetve még plusz egy agyasa, tehát összesen négy darab túlszal rendelkeznek, megkezdem a tárgyalást. Na szóval, az első két túlszél csak egy szokásos, teljes szabadat balra az autópályára. Rendben, túlszárgyal akcióparancsnoknak. Az elkövető két darab agyas túlszél, a bankban kinézve balra szeretnének teljes szabadutat. Teljesíthető, megkapják. Akkor kettő túlsz letudva. Jó, akkor az a két darab túlsz akkor elhagyta a bankot. A rablók kérését teljesítettük, kérjük adják át. Srácok, mindenkinek napra kész a kocsia? Igen. Csak be kell indítani, mert szétfagyott. Jó. Kicsit. Összre indul legalább, ne kelljen itt várni érte. Persze, ezekben bömös. Már van előmelegítő, itt nem, nincs probléma ezzel. Úgy van, lökjük bele a falba. Van ülésfűtés. Bele is löklek. Nos, akkor hallgatom. Na, kapaszkodjon meg. Mindjárt, te is beleszel. Egy darab túlszér. Minden kocsikba tegyenek két-két kannát. Benzin. Itt van úgyis a... Kétekbe? Így van. Te két darab túlszér. És csak berakni, tehát ha találtok valamelyik csomagtartóba valamit, akkor rakjátok be és ne vegyetek ki belőle semmit. Jó, rendben. Túlszágyal akcióparancsnoknak. Egyért? Egyért, persze. Az elkövető egy darab túlszér, azt szeretnék kérni, hogy az elkövető gépjárműbe mindegyikbe rakjunk 2-2 benzines kannát. De hogyha valami más találnak benne, akkor azt vegyék figyelmen kívül. Nem kell tennem a kezem, akkor a hölgynek nyugodt, hogy mint maga a hölgy. Nos, az elkövetők azt szeretnék kérni egy darab túlszér, hogy az elkövetők gépjárműbe mindegyikbe rakjunk 2-2 benzines kannát, és hogyha bármi más találunk a gépjárműek csomagtartójába, azt hagyjuk figyelmet. Júj! Ez ki volt? Elutasította. De miért nekem krinyom, leszarom kurvára. Szia Lilla. Szius, jöttem segíteni. Szóval el lett utasítva, ugye? Így igaz. És neki segítesz. Pedig amúgy a benzinkút is itt van. Hát... Az ő döntése volt, sajnos nem tudok vele mit csinálni. Egy indokot kaphatnánk, hogy miért? Te egy indoklást kérhetnénk, hogy mi az oka annak, hogy nem teljesítő ez, mert... Rendben, kérdezem. Túlszágyal akcióparancsnoknak az elkövetők egy indoklást szeretnének kérni, hogy miért nem teljesítő ez a kérés. Vagy erre gondoltál? Azt mondja, hogy ő nem köteles indokolni, és hogy ő nem fogja megvenni a kannákat. Ezt adta nekem át. Most van előttem a rádió. A végül is amúgy menjünk ki majd a mezőre, és a 20 milliót, ami a tárlótokban van, azt égessük el. Megadom magam. Igen. Ez így igaz. Melyik az akcióparancsnok? Hát így nem tudom. Hadd kérdezem már meg, ez ilyen érdeklődés szerint, hogy amiket kérnek az elkövetők, az nincsen biztosítva a cég számlája által? Ez ilyen személyes költség? Én nem tudom. Én kérdezze szerintem... meg tőle az akcióparancsoktól, ja, aki jó, úgy rendben. Látszik, hogy a saját pénzét sajnálja. Túlszere akcióparancsnak az elkövetők azt kérdezik, hogy azért nem teljesíti a kérés, mert saját zsebből kell kifizetni, és nem állja az állam. Hát az... Jó, rendben. Ugyanazt fogja mondani. Azt mondja, hogy nem indokolja meg. Nincsen, nem kötelessége. Nehogy nem. Jó, fogadjunk, Izné. Akkor miért nem kérsz olyat, hogy kérjünk? Jó, akkor adok neki egy másik opciót. Na jó, befejeztem. Red Jacob. Tehát választania kell. Vagy ez az első kérés, vagy hoznak 15 darab hangtompítót egy túlszért. Hát, ha így megválasztja az izét. Jó. Meglászott az ára, vigyázzon. Nos, túlszadi akcióparancsnoknak az elkövetők olyan
két választási lehetőséget mondtak el nekem, hogy egy darab túlszér hozunk nekik 15 darab hangtompítót, vagy az előző kérés teljesítik. De most miért csinálod ezt? Miért nem tudsz viselkedni? Miért tartasz fegyvert a rendőrökre? Hát nem tartatok rá? Nem! Jó, bocsánat. Bazzék, hogy lehet ilyen infantilisnek lenni, geci? Én most kint lennék a helyükben, már rég lelőttelek volna, úgy nem rosszból. Szerencse vagy nem? Nem lelőttünk, vagy Dani. Egyszer úgy lelőttem volna a lyukba, amíg bele is köptem volna, ami a fejébe. Jó, már vagy a futás. Hogy oda szaladtak a izé? Látjátok? Csak egy kis extra motiváció kell. Bocsi. Akkor a... Így igaz. Akkor ez teljesítető? Adok érte egy... Hogy oda szaladtak egyszer be ezzel a fapisztolja. 10-4. Jó, akkor elfogadták a benzines kannásot. Nyitom a kocsit. Hát a kocsiból. A fapisztoly? Adok egy. Akkor a még a utolsó igazolt túsz is elfogadja. Nyitva van, uram. Bankot még maradt egy darab túsz. Most se jó. Most. Nem tud valaki nekem eladni egy pisztolyt, ha már itt vagyok. Rendőr előtt? Ja, nem. Ő is eladhatja nekem, nekem mindenki. Lilla, itt van? Szóval, igen, itt vagyok. Miért sétálsz egy helybe? Azt nézem nem én sétálok. Is. De sétálsz. Igen, na most meg jó. Most jó? Most jó most vagy. Na jó. Akkor okay. egy hangos domondot kapott. Biztosul nem tud eladni nekem egy pisztolyt? Ne dobáljad, ne dobáld Léci a rendőröket, miközben is írjam Léci. Ki hányt ide? Nos, akkor folytatom a tárgyalást. Nos, hallgatom. Egy darab túszuk maradt. Jó, akkor... What the fuck? Biztatom magamat. Jó, de mi a geci már? Gélek. Mi agyát? Elnézést, parkirítsen jól. Ne nézzenek ide. Ide. Akkor figyelj már. Tessék. Bűntudatom van. Amiért a rendőröket dobáltuk még a rablás elején, ezért elnézést szeretnénk kérni, és ezért kapnak ajándékba egy túszt, ezt rádiózza le. Jó rendben, túlszerű akcióparancsnoknak. Az elkövetők bocsánatot szeretnének kérni, hogy a rabláson hógolyóztak, ezért ajándékba megkapjuk a utolsó túszt. Hát ezt, igen, ezt elfogadtuk, de bár ezt nem is kellett elfogadni, ez igen, köszönjük szépen. Kezdjük a játékot? Akkor átnézem a túlszt és kiengerem a bankból. A túlszt átnézheted és akkor kiengedhetem? Persze, persze. Köszönöm. Piros! Itt az úr feltöljárakni nekem a kezét és meg tudom fordulni. Kocsire ség, kocsire ség. Úristen, Huni! Jó, itt lentről felfelelhet. Szóval megint héten jött, ugye? Aha. Megyek, jövök. Köszönöm, átszottam azt. Kösz. Életcél elérve. Mi az életcél? Ebben vagy? Bámok ez. Aha. Akkor jó. Jobban teszed, Lilla. Hallod, Barki? Piros? Köszi! Lilla! Zöld! Kék! Csak azért jöttek ki, mert beültek az autóba. Még nem megyünk, te hova pöröksz már? Most mondta, hogy kimehetünk. Ja, jó. Akkor várj, tankolok gyors. Bassenger princess. De valaki üljön a izéhez is. Nem. Kihez? Nem. A Makeshoz. Makeshoz. Ez a beszéd Benito. Vezetni nem tudok, de gyertek nyugodt. Á, pont, tehát én nem ülök oda. Figyelj, Makesz, ha vezetek meg. Vagy akkor menjünk azzal? Tegyük le a charger. De nem tudod letenni, mert kell az autó. Mi hányan vagyunk? Azt elfelejtettem mondani. Hogyha 350 méteremből lefordulunk, akkor ezt is már is megyünk. Jó, tapasztalt bűnözők vagyunk. Na most jó. És gyere már inkább. Hát négy ember van a BMW-be is, srácok? Meg vagyunk, négyen vagyunk a BMW-be. Így akkor muszáj három kocsi legyen. Szia! Szia! Marki, nem akarsz vezetni? Ezt egy nemnek veszem. Nem. Mi van? Nem. Semmi. Jó, akkor várjuk a szirénát. Megpróbálnék nektek megfertetni a rendvédelmet, Makesz, jó? Maradjunk egy helyben.
Okay. Nem. Próbálom magkészítem feltartani a rendőr, előig állok. Azt óvatosan, Dani, mert mögött mellett vagy. Ez úgy néz ki, sikerült, nyomjátok. Egy maradt rajtad, Maket. A D8, de vigyázzál már. Ó, mondjuk az elég durva amúgy, de mindegy. Az... Makesz szólj, hogyha elkapott, Makesz szólj, hogyha elkapott, jó? Légy szíves. Ropel, ne aggódj, már lehagytam. Jó, csak szólj, hogyha elkapott. Nem mondom, hogy lehagytam. Hallod, itt fékezz le. De nem tudsz fékezni. Nekik is izé csúziókos és nekem is. D80 mögöttünk meg egy ereső. Nem baj, csak rajtuk van két I8, meg egy ereső. Mondod, hogy nem válaszolom, hogy ott az út. Dánia. Mi van? Mondom, mondod, hogy nem nálatom, ott az... Mi van? Ember! Nyomd végig a gombot, míg beszélsz! Mondom, mondd azt, hogy nincsen nálad a pezó. Marginál van, meg nálam van. Így adattam neki mindetten. Igen. Várja, mennyi, ütköztek! Látom még őket, nem látom. Az nem lesz jó. Még nem. Marki, megvan az a hang, amikor azt mondja, hogy vasted, vagy mi a faszom? Ó! A bazsék, azok ott voltak mellettünk amúgy. Ó! Ne már, fasz meg! Get. Ez nagyon jó lett, ez! Hogy sikítozik, hogy itt áll jobbra? Van, meg jó keresetlen neki. Amúgy kis némi kis problémákat vélek föl. Hol? Hát abba, hogy... Vigyük már, mondjuk neki, hogy vezesse az ereset, tehát azt üljünk be mögé. Kis oda? Ott, elvileg egyedül ül benne. Mondjuk, hogyha itt végigmész, itt is be lehet őket basszani, mert nem tudnak olyan jót végkezni azok. Elbújtunk, így. Végül is nem ütköztünk, csak izé háromatan a szó. Menj egy élesre végig, de... Lassíts, lassíts, lassíts!
visszaugrálnak a városiakba azon. Ez is félek tőle. Hát, Niki. A helyzet... nem reménytelen, de nem is vétes. Menj! Jó, ja. Bazd meg, kurva isten, jön az ereség. Állj meg. Amilyen bombák biztos, ugye ez. Oh, mami, oh. Oh, mami, oh. Kivegyem a bentlimet? De várj, most szirénázik valahol egy kocsi, vagy most Marki játszol éppen valami hangot? Nem, most ez máshol van. Egy geci, nem bírom eldönteni. Talált ki. Menjünk börtönpublikba, mert így, hogyha észrevesztek, akkor talán. Hát nem, hogy füstövét, ne megyek már észre. Mit akarsz kivenni? Milyen kocsit akarsz kivenni? Szia! Tús! Gyere, Dani. Mondjad. Várjál. Ilyenem nekem is van, mit flexelsz? Vagy nem az enyém, de nekem is van ilyenem. Na igen. Lespanoltunk. Mission Fest. Plus respect. Minusz 5 csillag. Nem flexelésképpen hoztam ki, hát hozhatnál volna te is kocsit. Minusz 3 csillag. Hát az már van, minusz 4. Milyen menő lenne, itt is 5 csillagos körözés lenne, és jönnének a tankok. Mondjuk 5-ös csillagból nagyon nehéz kiszabadulni. Na fasz, bemész a izébe, a csatornán. Egy helket ad, de melyiket, még helket az adtad, de 18-ban. Azon kívül. Szegényeket sajnálom, pedig amúgy milyen jól üvesztik. Ilyen kocsid is van, Dániel? A Shadow-tól kölcsönbe. Jaj. Ez is egy őskübe lett ez a kocsib az. De mióta meg lett csinálva, és tavaly azóta még mindig érteni. Nem is akartunk. De most mi a fa... Mit kanyarogott az a városi bazd meg? Fogyatékos. Hol van pár? Máskor legyen már letakarítva a kibaszott ablakon, nem látok ki belőle. Jó, bocsi. Miután vége lett a novembernek, ebbe végeztem már. Aha, jaj, értem. Kurára kezet fogok most, mikor hazaérek. Lehet jobban jár. Szevasz, Vladimir. Vladimir Vladimirovics. Mi a helyzet? Fejezd már mi, Marki geci. Bazd meg, itt vannak mögöttünk. Befagyva? Szavazz Zola, fia, mi a helyzet? Most fölvett már valaki, na? Itt vannak mögöttünk. Gyorsan gyertek ki a hákúról, gyorsan. Akkor jó. Csináljunk, mi vagy mi? Gyertek ki, gyorsan. Mert, vissza.
Ne tedd le! Ne! Itt vannak a rendőrök, meneküljetek, bújjatok el! Kolompár, 1-10 a kedvenc, kedvenc számot mondd el. Szevasztok! Még a kedvenc számomat. 1 és 10 között még a kedvenc számom. Kolompár. A 9-es. Nem, mert a 7-es. Nem az enyém. Tiszta romantikus Shadow. The Bluetooth device is ready to pair. Hülye bocs meg. Hello, a kest felvittétek, Marki? Marki, kest felvitted ma? Ez a legjobb. Ezt, hogyha oda elérte, megbassz. Szop ki! Faszorod azt. Mondom, pipit, hogy eljött, azt kell nekem most. Kapsz 20-at, max. Na. Hát, hogy nem van, mit akarsz már? Ha annyiért vettem, ha hagyjál. Hát, bizniszbe voltál, na. Most kapsz érte egy másik kocsit, az kész. Nem. Baszolj meg. Hogy vagyok megbaszódni. Tudjuk milyen jó hangja van a munk. Az meg Dani, a faszét tetted le, geci. Te büdös dög. Jó, oké. Aha. Ez... Az a izé? Bocsánat! Hallod, az a Nikói? Nem, az a Nikói. Elnézést. Hát ki? Hát. Ez a Nikói volt. Erre egy új motor. Meg fék, meg minden. Hát két azért nem vettem volna. Mondjad, Niki! Nem hallottam. Azt kurva, hogy esett ki a kocsiból a csicska. Nagy darab kos. Kolompál megbordált. Mit akartál? Mi? Majd válaszolni fog ki és később. Valamelyik tök mondja már meg. Meg kell egyezni. Szóval most a lelkedhez beszélek. Akkor vidd el te! Hogy megszereltetni meg túlzél. Ha őszinte lehet. Ú, de nem halk vagy Niki amúgy. Ez ilyen lesz egy darabig. Mondjad. Tudok már vele mit csinálni. Gyerek jót van. Rengetegen vannak. De mondjad neki, mit szeretnél? Megálltam egy helyben, hogy halljalak. Hányos a kabát? Ami nekem kell kabát, az hányos polcom van. Hát az ott kell legyen az easy applikáción amúgy a férfi ruházat. De nincs. Jó, mindjárt megvan, mondom akkor azt is. De a halom megvan, megvan. Na jó megvan, van. Szia Zoli 092, mi a helyzet főnökön?
kiszállás. Ketten voltunk a kocsiban. Marki kilépett, vagy mi? Jó, köszönöm szépen, te hogy vagy? Vagy kéne rá rakni valami nagyon malac offroad gumit is. Gumit? Hát abroncsot akkor. Aha. Na jó, hát nem úgy értettem, hogy felnőre gondoltál. Azt nem nagyon szokták kérni. Azért. Nem eledó is, egy darabig nem is lesz az. Ne harj! Micsoda HCRP? Na jó, neki amúgy, ha mindegy. Mi van, akarod megkapalgassam? Igen. Elég baj az, hogyha hívott. Nem úgy volt, hogy nem iszik többet? Látta ezt, elő úr? Ezt nem tudom, láttam. Színészők aztán ilyeneket tudok csinálni. Eljöttem. Nem semmi volt. Ezt a zenét ki tudja kapcsolni? Zenét? Nálam nem is mit zene. Nálam se. De jó. Nálam miért lett? Kószásállok. Szia. Jó, így érvészek a BMW-ből. Geci, mi ez a kalap? Vagy te húszmó? Ami varázsló? Nem válj, de ez akkor majd legalább lesz haszna a rabláson. Előremtesz majd egy-két izékártyát a rabláshoz. Ez le van véletve. Egy gumit. Gumit, persze. Mi a... igen. Na, kérdék... Nézzük offroad kerekeket rá, légy szíves. Már megint rád jött az offroad őrület? Hát most úgy érzem, hogy ilyen csúszós úton olyan érzés, hogy kellene. Úgy sem fog rajta segíteni, de legalább a feeling. Ja, persze, értem. Amúgy de semmire estem kidálni. Szóljál, hogy oké. Oké, és szólok. Tőkint tolom pár. Egy pár. Ezek már ugyanazok, csak nem felsetőek. Menjél vissza a legelejére? Menjél vissza egyel, az lesz az. Ő lesz, jó malac. Jó, és a színét változtassuk meg. Indulj el az első szín, azt most szólok, méknél álljál meg, még az, amíg ön szimpatikus. Yes. Ó, a feketébe nagyon baba amúgy, maradjon feketébe. Azaz. Jó. Ezen kívül? Ennyi lesz, üdvözlöm az asszonyt a háttérbe. Köszönöm. 28.400 és a 4.5.9 ennyi 4.5.9 ugye? Igen. Ne hagyjál semmi a papírt a kocsimban, légy, és nem kell az izé számla. Tuti? Tuti. Na jó, akkor köszönjük. Köszönjük, jó legyen. Köszönjük. Hova mász? Tessék, Niki? Túszért. Mi? Megint mész? Hát mert mit akarsz csinálni? Hát én már lépek. Lassan. Hát jó van. Ugye meglátjuk, jó? Okés. Ha vezet, mész akkor szia. Ha
ha nem találkozunk, akkor szia. Oké, és szia. Szegény kamionos. Túlságosan sok a nyűg van vele. A cserében nem is jár érte van sok pénz. Én igazoltatnám. Figyeld, milyen köcsög leszek. Figyeld. Kacsint. Ugorj be gyorsan, gyere! Itt van fotóleszkán slide. Megmentelek. De nem kell. Na szerezzetek nekem valamit. Azért köszönöm, nem traffic. Akkor miután végezte az igazoltatással, jössz izére, egy 20 ezerre. 20 ezer, hogy érted ezt? Hát 20 ezer pénzt kapsz és ülsz. Kapok csak úgy pénzt. Mi? Csak úgy kapok pénzt. Igen, csak velünk kell, gyere, ennyi a dolgod. Hát először hagyd lássam már az arcot, szálljon már ki az autóba egy pillanatra, kérlek. Hát nyilván nem fogom megmutatni az arcomat a rendőr előtt. Akkor csak nyissa ki az ajtaját, hogy én lássam. De te az igazoltatással foglalkozz, nem akartam megzavarni. A rendőrre figyelj oda. Nem zavart meg, mert nem kaptam választ rádióba. Mi történt? Szóval az igazoltatásnak vége, uram. Vegyél fel egy kabátot, mert akkor következőre az megyek is fel is öltöztetem. Ellopták a kabátomat is, de ezzel az úriemberrel el tudok menni. Menjél jöjjön, el. Jöjjön. Vele kétszer is, jó? Ezzel a kedves úriemberrel, aki reméljük nem fog engem megverni megint. Dehogy is. Ő csaptad utasnak választokat el. Zola, nem fogom elmondani még egyszer. Üljé vissza a kurva kocsiban, mert meg... Jó, meleg, de rossz, jó, nem fázolni. Ideges. Köszönöm, vissza. Itt csak a formatás kedvéért. Helyezzük ki bilincset a kezedre. Tessék! Én is helyezek még egy. Húsoljál már. Piros a lámpa, csak mondom. Tudom, azért álltam meg. Jó, maradj jobb, bácsom. Hogy ne lennék már? De beszélj ki szeretni a rendőrre? Húsoljál, bazd meg. De halljátok, amúgy hozzám beszélt? Nem, az élet. Nem, a rendőrhöz beszéltek társam valamilyen. És tényleg megdobtad hógolyóval? Szálljál ki és igazoltasson téged, még én megyek máshova? Szálljál ki! Ez zöld a lámpa! Nem érdekel, szálljál ki! Uram, akarja igazoltatni a barátomat? Nem akarom, mert úgyis megyek lemosni, mehetünk. Mondja neki egy csicska! Csicska hagyom! Ennyi, már... ennyi csicska! Ja nem, az még piros, te hülye, miről beszélsz? Már piros. De már az előbb már tud egyszerizni. Beleegyeznek a rendőr urak, hogy oda menjek megrugdosni az autóját? Igen. Nem, nem szabad ilyet csinálni, ne! Gyere! Ne! Rossz autó, te bolond! Itt most még kaptam ezt? Kell, igen. Üljél vissza gyorsan, ne csináld a bajt! Üljél vissza gyorsan! Ennyire nem volt olyan rossz. Rendőr bácsi, ne sokkolja már, legyen oly kedves, mert összevesszük. Jó, álljunk le, mert ezt... mindjárt megdöblök, álljon már le! Elütnek mindjárt minket... Az a baj, hogy magán már semmi nem segít, szóval... Kérjél elnézést! Elmehetek? De kérjél elnézést! Jöjjön már! Rendőr úr, mitől botlatos? De buzik vagytok, Istenem, Gecó! Ki, ki dobálja a hógolyóval? Ki az a buzi? Istenem, de buzik vagytok, Gecó! Na, induljunk már a félre! Hát de piros! Hát de piros van! Most mehetnek! Jó, mehet! De nem már elindulok, azt elkezd igazoltatni! Nem igazoltatok, csak mennének már! Megszaladt a lába. Hello, hello, hello! Hova megyünk? Tess, ott megrugdostam tesónk autóját. Jön egy pillanat, azt mondja. Gondolom nem értek rá, srácok. Hát most nem várjuk itt a spancit. Íj, bazd meg, milyen hangod van, Geci.
Á, köszönöm szépen. Majdnem meditációs izékben vagy. Majdnem kiálltam a táblához izé elmondani, amit mára megtanultam. Én nem tudtam volna meg elmondani. Na, hallgatom, hallgatom. Most itt nagy felelésbe leszel akkor, hogy van a hindus? Ne piszkáld már a rendőröket! Ezek azok az emberek, ezek azok az emberek! Jó, akkor magára rakom a szívikonferincet és megyünk az ő. Jó vastag, jó vastag csekje legyen. Hogy röhögkedsz? Nem röhögkedsz. Jézus úristen, mennyi bolond van itt. Bakesz, majd hogy szóljon, hogy találtalak. Egy picit állj meg! Most nem azt akartad. Nincs kedved velünk tartani egy 20 000-re? Mit csinálsz? Hogy az, hogy mit csinálok? Olyan hülye az, hogy... Bocs. Miért kell ezt csinálni? Csak nem adtál választ arra, hogy jöztök-e velünk, hogy 20 000-re vagy nem. Sem. És te hógolyós fiú? 20 ezer, gyere! Gyere, tesó! Gyere, tesó! Még adok mellé katalizátor! Jó, kezd katalizátor, ti! Gyere, adok mellé katalizátor, gyere! Miből van? Tesó, őzzél még egy ilyen chargerből, csak az már nem használják azt az autót. Meg egy ladából ott szedtem még ki. Ott is dobálózhatsz a hógolyóval. Az a donorja ennek, e? Igen. Gyere, dobálhatsz, bármit adok neked, látja. 45 is? Nem. Na jó, utolsó ár, 25 000, ez a minimum. Vagy na, ez a maximum. Anyat is vágod az ajánlat. Neked is áll ez az ajánlat, 25 000 is velünk tartasz. Nekem? Igen, neked. De figyelj, én nem ezért drágább vagyok, csak mondom. Na. Legalább rabol, neked azon gondolkoztam, neked csak 15 000-et ajánlok, de látom, hogy kell a BMW-be, úgyhogy az üzemanyag, akkor legyen mivel vásárolj el. Milyen üzemanyag? Napi szinten kell menjek szerelőhöz, hát most... És BMW. Nincs. Nem BMW. Na figyeljél, én nem mondom vagyok, eljövök segíteni, a rabolt összeg 30%-áért. Ülj már faszba! Most mi? Jó, figyelj, megbeszélhetjük, de viszont akkor lesz fasz. Hát az nem kivitelezhető. De azt nem értem, hogyha beszélünk valakivel, miért kell mindig sértegetni? Miért nem egy tisztelettel beszélni? Ezt én sem értem. Geszi, amúgy komolyan, hogy kellemetlen, hogy az én kocsimba ül. Mert a faszmérgetés megy ilyenkor szerintem. Kérdés, jössz vagy nem jössz? Most ő mondott egy ajánlatot, én is adtam egyet. Leteszem a kocsit, gyere oda, eljövök. Jó van. Ennyi, látod, így kell vele alkudozni. Meg gondolod, hogy azért jöttem, mert azt mondtad neki, hogy leszopjon le meg ilyenek, mi? Így van, simán. Az még üss is el, persze. Ez szokásos. Nem terveztem. Nem ennyi. Mindig legalább cigizek egyet. Zola megy veletek. Zöld húja? A zöld húja? Zola jön velünk el velem. Zöld sapka, nem akarsz velünk enni? 20 ezerért. Plusz kaja ital. A legjobb étteremből a McDonald's-ból tisztelettel. Milyen McDonald's-ból a legjobb étterem az LTSO, jó pofád lapos, na. Aztán még én méregetem a faszt. Na jó, van. Hát azért a triáda kemény. Itt nekem ilyen McDonald's. Na légy, kiszállítatjuk az autóba. Jössz velünk, Zala? Szia. Bátrunk. Jössz. Jaj. Mit megyünk amúgy? Csak kérdezem. Az, ami még én sem tudom. Állami volt már? Még nem. Na jó, engem majd szedjetek ki a kocsiból, jó? Jó van. Jó. Na nem volt állami? Általunk nem. Hát akkor menjünk már egyet. Van hozzá nálad? Hát hazamegyek, tudsz. Menj, vagy haza valaki sem. De amúgy valaki hiányén van még. A szart már van. Nézd meg, hogy lehet-e törni. Oké. Okay.
Azért sokáig bírt a Crash nélkül, srácok, nem? Nem? Azért ez faszántos. Faszika. Szóval az kuróka, mi a helyzet kuróka? Jól vagy kuróka? Az nem a Dániel, az az Erik. Ja. Tört már össze jobban. Na, lehet törni? Nem, én nem tudjuk. Tudom. Megnézed, nem Dani? Nézd meg, mert nem tudtuk meg. Úgy elkapott valami, hogy elküldött GN-re. Akkor beteg vagy, ez azt jelenti? Ez törve van. Látod? Aha. Faszom. Menjünk boltozni. Amúgy is kell a kártya. Amúgy fasz ez a redély. Vagy redély. Vagy a faszom ennek a neve. Redeye. Redeye. Dodge. Na, mire jutottatok? Boltozni fogunk. Vagy törve van. Oda bőven elég egy tudsz is. Így van, illetve a többieket elérni szóval bőven elég egy tudsz. Én amúgy, figyelj, én maradok, mert úgy csak kérek érte pénzt, szóval. Ezeket hova, tele vagy pénzzel van? Mirror Park, jó. Én. Forintok, egy tollát nem kapnál. Meg ne haragudjál már, de amúgy ebben a percben csórósodtam el amúgy. Én mit vettél benne? Három szokott kocsit? Szokott árul, nem, mondjam. Egy autót, de az egy L92 volt. Mit szoktam én csinálni? Drogot árul, emlékszek ám álma? Huligárt árulja a drogot. Ugorjatok vissza, mert ez nyitva van. Hát csak szeretném elmondani, hogy az a klub előtti drogárulásból odáig kifejlődtünk, hogy most már a saját applikációnkon veszik fel a megrendeléseket. Na? Na. Professzionális bűnöző lett az úrból, figyeld. Nem van valami kis pályás har, és szar. Érted? Nekem diktatúr sarkon árulok drogot. Apa, rendes megrendelést a gyártunk. Hó, azt még pénzt akart kérni, hallod? Van nálam szarul ládonálni. Nálam is, azzal nincs probléma. Pénzmosást is vállalok 90%-ban. Bocsi, van nekünk is. Szerintem ezt lehet, hogy rabolják egy megérzést. Gyere, pifeltetik, maradjak csendbe, jó? Figyelj, ez nem a rendvédelmis BMW? Nem. Most nem tudod ennyire leszerelni, ez a Mustang-ides, ami neked van. Ezek szerint látod, de mindegyik bolidokkal van, ez annyira szánalmas. Figyelj meg, most beülnek a izé. Srácok, én kimegyek egyet. Nem akarom mondani. Fejbe elgondolok egy jó kis cigit, na. Eddig nem azt csináltam. Ne kérdezz fel, hogy mit csinált, jó? De Dani, ezt nézzük meg, ezt a bolt. Azt raboltuk az előben. Ja,
Menjünk a Groove Street-ihez. Ó, az jó cucc. Többiekkel mizu, nem látod őket, merre vannak? Lesznek egyáltalán? De nem tudom, ketten izé vannak őrsek. Marki, ez felszívódott konkrétan. De ő mint mindig hallod, ez egyik pillanatra másikra. Nem baj, most nyomunk egy ilyen kis mini rablást, mit szólsz hozzá, szerintem az egy jó ötlet. Teljesen jó ötlet. Kusoljál le, Zola! Jó, hát itt van, mehetünk ki. Jelöljetek, jelöljetek meg egy boltot. Hát menjünk ki a legkeletibbre. Jelöltem. De nem tudok. Szopj ki Zola. Szopj ki Bobi. Valami olyasmi helyre kéne menni, ahol van szép. És ki lehet ugyanúgy törni közöket. Ez tripluban még van bent az a törhető szép? Megnézz. Hát ha ez nem lesz jó, akkor megnézzük. Ez úgy néz ki, hogy csukva van nálam legalábbis. Nálam is. Jó, de más nem jön akkor? Vagy hogy lesz? Nem jön senki. Így vagyunk hárman. Na mi lehet törni? Elvileg igen. Várja, menjünk kezdve. Leraktam ide a kannát a földre. Vagy tankold meg. Nem tudom kivenni az autóba, de... Nem tudom kivenni az autóba. Bízz ide. Ennyi. Na, tankolt fel, meg szerelmek. Jó, oké. Két perc múlva a rendvédelmi számláló szerint törhetem. Nagyon jó. Berere. Ennyi, hogy oda raktunk, mint egy iszét. Mint egy edényt. Jó van az. Mi, na mi van Zola? Gyere! Egész szikó hallottam, nem hittem el, hogy ilyen létezik. Bekérdeztem, hogy túlszak. De csak azért jött, mert itt van Zeri, bazd meg. Hát lehet. Szaladj. Na gyere be. Hát én rosszul lettem. Állj be Zeri mellé, azt vigyázzál rá, el ne essen. Nincs most itt amúgy, mindjárt jön. Hé, hey, gyere ide! Neki a bája, inkább Dániel, a szépen. Daniel! Danielito, mi amor! Ez a kezembe? Belerakjam a szemedbe? Nem mered megütni bele. Fizetek 5000-et, ha megütöd. Hát ez túl kevés hozzá. 10-37 szala. Így elárulod a barátodat. Jaj, hoppá. Ne dobáljál, miközben töröm, jó? Rendben. Amúgy tudod, milyen jól áll ez a felnivel a charger. Itt vagyok, kélek és virulok. Hát ennek nagyon örülünk. Túszok vagyunk. Igen, én is túsz vagyok.
Ú, basszik, nagyon megy ez a törés, geci. Tessék. Nem, mi az, hogy nem adhatok meg ennyit célnak? Hálo, hálo, hol vagytok? Ne, nézd, szállj már ki a zsebedből. Ja, bocs. Ja. Na. Tessék. Nem tudom, lehet valami átett állítva. Nem titeket visznek akkor államiba? Mi? Adok neked még valamit, nézd csak. Benítót. Ja. Ez úgy se lehet nálam. Köszi szépen, az nagyon hízelgő meg minden, de nekem nem kell. Hát nem baj. Mind vagyunk a izénál a... Mondd már. Hol vagyunk? Striptiz melletti boltnál. Igen, strip melletti bolt. Sziasztok! Itt vagyunk a bolt. Itt vagytok? Itt vagyunk. Itt vagyunk, igen. Miért? Maradj már. Na, meglettetek? Hát mi... Gyere be Zola, Zola! Már boltot törünk. Megjött a rendőrség. Mert most boltot rá. Már ott vannak a rendőrök? Igen. Esik. Be fogunk kérni téged, jó? Zola, dobjam. Ja, jó, tedd semmi. Tedd le a kocsit és fussi... Kocsika, csak nem akarom rád tartani. Fuss ide a bolt mögé, tedd le a kocsit, fuss a bolt mögé. És majd azt mondjuk, hogy kiestél a világból. Jó, de akkor fullon lesz a kocsit. Kikapol itt hadsereg. Nem is értem, bazd meg. De mi ez a sok bolid amúgy? Mézus Shadow, mit csináltál ma? Rendvédelem az új izé. Nem lesz jó, 15-20 másodperc és a fegyvert le fogja tenni, szóval. Na mindegy. Ahogy nem is tudja, akkor meghúzom arra. Én ezt a tagokkal szoktam eljátszani amúgy. Igen? Aha, mindig azt mondjuk, hogy ez egy szerencseteszt. Igen. És válasszanak egy vagy kettő. Az ugye jó. Az egyes a G, kettes az E. Legalább te is csinálsz valamit. Hát a kettest mondják, akkor gatya. Jó, akkor várj. Ezért válasz, mondom az egyes. Válasz 10 és 20 között. Basz meg, 13. Hát, akkor megdöglöttél volna. Nem baj. Ne gyere erre! Nézzétek, mit Uni, találtam gyere a szépre! Gyere ide, kolom! Látom! Há? Szerinted észre vesz valamit a pályát? Ó, vagy! Amúgy ez kajak. Ez kajak jól tett a... Hogy a benzinem, há? Nekem is nyugi. Adjak! És pénzt adja. Nekem is. 951-en számom, kösz. Jó van már, addig. Még csóroskodnak. Látom, tiéd is húz vissza, hát. Éneklek addig. Hát Zari, ízé, sziget nem érdek. Van. De ez a másik. Nem kell, mert a nagy is csak azért kell, hogy legyen saját szedőhelyet. Miért oda rakhat szedőhelyet? Persze. Tényleg. De és hogyan vagy? Bekéred vagy mi? Aha, piroskon. Nagyon jó. És a kicsire nem lehet rákérni? Arra nem, ez túl kicsi. Kapta Zola. Az nem úgy van. Megkaptad a pedót? Ah, én szia. Nekem kurva jó hangja van. Kösz. Néztétek a videót? Hogy tetszik a... Ez a játék, ami most jön ki így a konzolokra. Na, nem tudom, valaki ízé Bluetooth hangszóróról nyomatta, gondolom. Két év múlva beszélünk. Gondoljuk. Nagyon jó. Most nagyon jól érzem magam, gyerekek. Biztos, hogy jókkal van. Ennél jobban nem is lehetnék. Megmondom az őszintét. A legrosszabb az, és Ardi, ha most bedobnál egy ilyen ötös subgiftet, akkor még jobban lennék. A másik gyerek mellé. Igen, ereszt a fejem. Hát, abban van is mit ereszteni, baszom. Én keményebbet tolom. Nézd csak.
téged is lelőnek, mint az állatba. Na, I am ready. Srácok, elkezdhetnénk a tárgyalást, azt majd jönnek az egységek. A legend has just subscribed. Ez a beszéd, Arnikám, még négyet. Üdvözletem, uram. Michael szójában, hogy túlsztárgyalom. Hallgattuk. Menjetek fel, mik a feltételek? Wow. Egyből mik a feltételek? Nem az, hogy jól pedig. Igen, nagyon jó. Uram, majd láthatjuk a két csodás kúszunkba. Látom. Mit hallottad duplán? De. Ja, tudom, mit hallottad duplán, várjál, megoldom. Hát nem. Megoldom, ne legyen dupla. Ha. Na szóval, ez rendelkezünk komoly. Kettő darab túlszal, uram. Kösz szépen, Arrikám. Igen. Mit kérnek cserébe? Hát, ez szabadult, jobbra. Nem is akar már átállítani magukat, jó? Felfogta az óra, mit kérdem? Azt alkot. Jó, túlsztárgyaló parancsoknak. Húra jó ez a mandarin. Minden jó kokókám, bele mizu. Kettő agyas túlsz. Boltól jobbra szabadult. Igen. Megadja? Megvan adva. Mutatna nekem egy jelvényt. Mindjárt. Nekem itt, aki térdel. Köszönöm. Na, ez olyan, hogy le akarnál szopatni. Mi a fasz? Nem, csak mutatott egy jelvényt. Most már tudom, kit kell feljelenteni. Te most féljem ám úgy, hogyha már túlsz. Hát én félek, geci. Majd, hogy Jézusom, segítség! Hát valamit már igen. Hát... Én félek, de mikor megkérdezi a... Haverod, az meg itt csak ijeszgetni akar, bazdik, te horrorházában lenni, húhog. Há... Megkérdezi, hogy jól vagyok. Jól mondom, nem, azt mondja, majd elmúlik. Most mindjárt lelövik az ujjam! Átkutatom. Engem miért kötetsz el? Halálra fogom hógulni a túlszokat, ha nem fogadják el, amit kérünk. El van fogadva, hogy elfogadták. A kezedbe akartam dobni amúgy, nem mozdulj már el. Örülni fog neki. Jönni fog még egy egység, vagy indulhatunk? Jönnek csak újoncok. Aztán szereltetnek, de jönnek. Az jó lesz. Igen. Az jó lesz, hogyha újoncok. Most sok vagy velem az előbb. Elsütetek egy poént. Egy ilyen fa viccet. No. Zsák. Jó vicc? Nagyon. Na, hát nekem is így esett az előbb, amikor azt mondta, hogy majd elmúlik a rosszul létem. Vedd már el róla. Levet. Milyen szépen kitisztult az arca, amikor levetett a zsákot, meg is törölted vele az arcát. Na már átünk. Nagyon már nagy szemei biztos. Vannak. Nagy fekete szemei vannak. Ja, már kicsi sokan lesz, sokan lesz. Három kocsival jöhetnek. Sziasztok, geszi. Látom, észreveszik meg. Betya, hol vagy? No. Ott egy karácsonyfa. Mi a fasz, államit kaptál és mennyit? Hol? 15. Sehol. Na jó, az nem vészes. Hol lett karácsonyfa? Sehol, ez favic volt. Számodra zerű. Jaj, menjünk már már rossz. Indulhatunk, uram? Túszok mehetnek neki? Túszok jönnek ki. Mi van ide ledobva a földre? Ja, masz. Masz, én dobtam. Kolompár, kedvenc szám. Nekem ne adja semmi, Zolának adja. Zola, kedvenc. Én rossz helyre adtam. Add a kártyát a Zolának. Hanyos frekvenciót? Mi a száma, Zola, még egyszer? Mi a kedvenc száma? 771.
Nekünk erre nincs szükségünk. Vagy számolja bele, ha elkapnak. Jó. Hogy menek? Ja. Bent rájuk. Van valamelyik ötöknél búvárva? Legyetek bekötve, srácok. Nyomtok most valami? Taniék most abban a tehát. Menekülnek. Jobbra, jobbra. Ez nem adta ki, bazd meg. Na, terepjáról meg jön utána, meg jön adatni akar, figyeld. Csak a csinálni. Megkérdezed, mit akar? Mert is mi elmondjuk neki, mi zuhaj, mi? Csak ott tovább enged, hogy jelez. Azt, ha hív ránk valamit, akkor majd szólunk, hogy miért menek így. Hát végig akarjátok nézni, hogy elmegy mellettünk? Igen. Nem mentem, már mentem. Hogy srácok, nincs ebben a szarba fék. Mi a kérdés, uram? Hát azt, hogy miért mondtak én gyorsan? Hát mi rablásról menekülünk. Ja? Akkor menjetek csak. Ezt el is fordult és itt is hagyjuk. Azt mondja, hogy menjetek. Ez komoly geci. Meg is vagyunk, srácok! Szép! Tegnapi rablásról maradt nálam pénz. Na jó, Daniel, köszönöm szépen, én bettem mára, kocsika. Csak nem fosnájtozni megyünk. Nem. Ha nem? Mutára besz. Úr, és üdvözlöm, muterod. Az igen. Gazdagéknál jó meg. Nem is izével járok boltba, Dacia-val, érted? Ja. Ezek addig? Kövire vagy? Ó, meg lehet csinálni, nézzem ilyen sem. Keresett túlsz, ha úgy van. Aztán mehetünk okay. Még egy boltot. Jó. Az a viszak, hogy lehet tud rakni a cash, aztán jövünk vissza. Szereztem 8-20, de rég. Mennyi? Mennyi? Szar. Hogy ögeszi be? Béreltél mellé most is, hogy elhozz őket? Valakit még követnek. Valakit követnek. Ugye jönnek utánunk. Dani, követnek titeket még. Tudom. Észrevesztük.
Húha, hát az... Nem boldog. Hát nem, nem látták. Nem MG igazoltatni akartok, elmentünk a charge-emre. Jönnek erre még. Igen, Mateusz, azt mondod, jól fut a játék? Egyes bankot nézd meg. Oké, nézd. Most vitték, adjuk. Akkor... Az ötöset. LSPD. Oké. Viszont a két kártya. Jövök én is. Mutattam neked. Benito, mennyit van még? Igen, nálam van kettő, voltunk jobb oldat. Ja, akkor jó. Hát gondolkozok rajta, hogy nem a C2, nem biztos, hogy streambe lesz. Vagy tegyem már ki a Merci, mert napra voltunk is van benne. Nem rendőrségi autóba tárolunk biztos pénzt, ahol. Hát... Én sem értem. Én hozzá vagy szokva, hogy nem látom olyan jónak, mint ahogy ti látjátok. Melyik makasz? Én akkor látom jónak, amikor még két napig nem ülök gép előtt, és nézek valamilyen videót a streamemről, vagy klipemről. Akkor látom én is, hogy nagyon fain. De még hozzá vagyok szokva, hogy nem érzem annyira fainnak. Mateusz, ilyet azért ne túlozzál, hogy az év legjobb. Értem. Ez túlzás. Itt vagy? Menjek érted? Még de utána menjek, érted? Jó, mindegy, hogy akarod. Jössz még tovább? Beleülöm. Hú, Benito, mi van veled megyek. Ma? Ma nem vagy az igazi. Nincsen semmi. Az szerintem felidegesítette magát. Nem, nem rögzöm, én ezen fél magam. Össze van törve a szíved, Benito? Dehogy is. Hát én akkor voltam, mint a jár ilyen szomorú. Akkor elmegyek gyorsan, érte. Hát mert nekem átlag FPS, fix FPS-en van, nem ugrál lefele nullára például, meg ilyenek. Szeretném közúti baleset okozásáért, kérem álljon félre. Hát tudja, hogy a balesetet okoztam, nyilván is megsérültem, uram. Szeretném közúti félre fogok állni, csak hadd térjek magamhoz, uram, éppen most ütköztem. Rendben, megvárom. Köszönöm. Mert valamilyen szinten maga miatt volt, nem tudta eldönteni, még sávba akar menni. 12-10 korban Dallas, félreállítottam egy János László Nándor 248 rendszámú autót, közúti baleset okozása miatt. Miért menekülnék? Egyelőre nem, úgy tűnik együttműködőek, diszpécser, köszönöm.
Üdvözlöm uram, Corbin Dallas vagyok, a State Troopertől 12-10 jelvén számok, gyorshajtás és közötti baleset okozása. Így van, uram. Félreállított. Szeretném megkérdezni, hogy az öné a járművel működnek így. Persze. Nagyszerű jogosítványa van-e az autó vezetéséhez? Így van. Ezt szeretném elkérni, kérem, hogy ezt adját nekem. Kedvenc számok? Illetve közben mondja is nekem 234-et, illetve kérem mondja is nekem közben a ja, bocsánat, ez nem az én jogosítványom. Havarom, itt adtam oda, elnézést. Akkor ezt visszaadom most önnek, nem tudom. Majd most, igen. Igazoltatás. Várom a helyes. Tudtok a másikor is ki tudsz állni egy identitás ellenőrzésre? Mindenki. Identitás? Férfi, bocsánat, esküszöm. Elnézést, rendőr kollega, de miért? Nem, Isten őriz, hogy én rám koncentrál, én azt hittem, hogy maga rám koncentrálna. És őszinte leszek, magával nincsenek nálam dokumentumok, de fel meg tud engem nézni. Ha megnézni a rendszám alapján, hogy kinek a nevében a kocsi. Kérek, jó? Csak igen, nyugodtan. Tiszteltem, uram. Esetleg rendelkezik. Nem, csak igazoltatás alatt nem adom oda a kamu személyemet, vágod. Nem, rendszám esetleg mert akkor ő tudná vezetni a kollégája helyett az autót. János László Nándor, 248. Hát, ilyet. Majdnem nekem, odaadtam neki a bűnözői személyem. Megvárom, köszönöm. Ez igen. Az urat esetleg a lakásaig elkísérjem. Hogy hívják az urat, akkor megnézem a rendszert. Ne, miért akarná egy? Köszönöm, dispatcher. Hát a biztonság kedvérben ugye jogosítvány nélkül nem igazán tudják kezdeni a gépjárművel. És én vezetem a hát igen. Azért kérdezem, hogy esetleg a kollégája helyett tud elvezetni. A rendszer adatai szerint az autóra körözés nincsen kiadva, és pillanatnyilag ön ellen sincs. Mennyi van még benyitó? A dispatcher azt mondta, hogy büntetett előélet, de a második esély mindenkinek jár ebben az életben. Gyakorlatilag a gyorshajtásért és a közúti veszélyeztetésért fogom most a csak nyugodtan uram, ami rendelkezik, úgy látom. Azt kérem, vegye számításba, hogy maga jelzés nélkül váltott sávot. Emiatt volt az ütközés, nem tudtam eldönteni, még oldalt menjek. 130-al. Nyilván azt hibáztam a gyorshajtással, viszont attól függetlenül magának is jelezni kell, ha nem szirénával közlekedik, akkor nem tudhatom, hogy melyik irányba megy, mert elindult balra, majd aztán vissza jobbra, emiatt történt a baleset. Ha most ezt nem csinálja, én nem hasítok bele 200-al senkibe. És mivel együttműködő volt, ezáltal összesen csak és kizárólag egy gyorshajtást fogom a számlán feltüntetni. Kérem, hogy ezt legyen olyan kedves, fizesse be. A továbbiakban pedig... Merre jártuk, Pindulpan úrjai? Szabályos keretek között végezni ezt a... Igyekezni fogok és futok is befizetni a büntetést. Nagyon szépen köszönöm, szép napot és balesetmentes közlekedést. Viszont kívánom, eseménymenteset. Viszont látás. Itt vagyunk. Itt vagyunk, csak igazoltattak. Várom, amíg elindulnak. Hát visszaveszem a kalapomat, ha nem bánja. Nagyon szívesen, nagyon jól áll. Merre vagy, Makesz? Itt vagyok a Jim melletti bankba. Oké, és megyünk oda akkor. Oké. Geci, ez sírva tesz, bazzeg. Nagy terepjáró óta nem láttam a város terve át, és sávot a szerelim terem ez a kurva úgy. Tényleg össze kéne kötni amúgy a Dikivel, pont egyformán olyan hallgó vagytok.
Hát lát. Ó, hát mi ez az autó, hát? Megszereled, meg izi, megtankolod, adok hozzá cuccokat. Itt van mindkettő a földön. Ki ez a nagy dög terepjáról? Lám. Nem jó? Ja, de jó, csak kérdeztem. Ja. Hello, hát itt egy úriemberke volt még velünk, így voltunk öten, csak hát elviharzott, aztán úgy gondolta, lehet, hogy visszik. Tavasztok, srácok, milyen helyzet? Baktáló. Nem, milyen hosszak slope limites. Hallod, mondtam Gyuri nekik, hogy kifizetem őket, de azt mondták, hogy neked kell kifizetni, mert ragaszkodnak hozzá, mondom, nekem? Akkor jó, hát... Én most nullázódtam le. Most is találtam, akkor ilyen 20-as fejenk is lehet sejelni. Azt hallottuk, most lehet bocsakat ládabank, úgyhogy lehet lesz. Ide a 20. Na jó, van. Jó hírkám. Na se olyan öleg. Zongolha művész az úriember, nézd meg. Hol van? Ott kint. Sosli. Jó, kedvenceket mondjatok, jó? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. 78. A szerencéz. Jön még valaki amúgy a rablásra? Igen, mi ketten Benitóval. A Telekomtól nekem a kedvenc számom, a Telekomtól a hóban éve. Hát. A most szállt nem úgy. Kinek utoljak még? Hát... Jó, senkinek, köszi, ezt már szeretem. Na hát, rendben, hát ezt akkor így ezt újtára hagyatuk. Én azt mondom, hogy nem irigylem senkitől, a Kalma úgyis dolgozik. Popofa. Azt hallottam, hogy srácok azt mondták. Szevasz posta, mi a helyzet? Marquez, ki tudod nekünk venni az AMG Hammer kupét? Mert ki akarom megnézni. Szerintem ez a piros pulcs is, ez valami beépített handel, ezzel vigyázzatok. Jó, köszi. Mondom neked. Mutassál egy jelvényt. Jelvény számom 74-55-16-os. Úrra, hova lettek a fogai? Sziasz, mi? Elmondom neked. Vettél a sarokba. Nem, kihabolta a fogtüdő a tegnap este. Ideges problémás is van vele? Nem, nagyon van szép. Nem illetjek van a pénze. Nagyon szép ínyeid vannak. Köszönöm. Ínyenc, gyere. Ínyenc. A tenger gyümölcseit, mert a fogának a funkcióját átvette az ínyen. Az ő esetében a fogazás akkor teljesen más értelmet nyer. Hát ez inkább egy masszázs. Ringong masszázs. Zsetánk. Megmondom őszintén, egy időben szerszem a sokit. Már nem megy. Hát úgy gondolom, hogy... Nagyon jól nyomja amúgy ezt a fura beszédet. Nem, nem. Tisztelet az uram, nem? Hello. Gyere, jöjjön valaki majd szedni. Valaki jöjjön majd szedni, srácok. Érzem már itt a véredes faszát a sekkembe hallod, aztán... Menjünk a Sahobba. Mennek a Sahobba. Jobban néz ki, tudod. Hát szerintem meg... Mondom, a faszom kell van az egész. Szeret? Jó. Hallod? Szevasz, Tibike, kösz szépen a szúbót! Tibóka! Kérlek szépen! Ennyire ne egy ingeült, hallod, mert sisselksz, mint egy NDK-s hangszóró. Faszom ki van. Csak nyugodjál meg, csikáló. Rendben van. Hú, csávónak mi hangja van, geci? Ha a tekintélyt azt hangban kéne elképzelni, akkor így kell elképzelni a tekintélyt. Ilyen hangja van a tekintélynek. Kaba uhat. Ugye tudják, hogy teljesen önkéntes az itt létünk. Egy túlszére nem kérnélek fogászati ellátásra a barátomnak. Hát ezért. Gyorsan végezni fog vele a fogolvos. Hát így is el lehet élni, hogy ne legyen szóval soha valaki. Elvisz a kábítlósás, urod? Vigy a hangját, Gyuri! Akruva élet! Nagy arcok, nagy arcok. Csokinál minden rendben, srácok, megnéztétek? Jó, van még, életben van? Hány ezer közmunkája van eddig?
elalszok két pakolás között. Én tegnap éreztem úgy magam. A tegnap előtt aludtam egy órát, mert ráfogtam, ráfügtem egy sorozatra. Aztán reggelig néztem. Á, bekaptam a fastablettát a kóva életbe. Jézus, Jézus. Pihok magammal. Jézus itt van, meghalkad. Gyere ide, gyermekem, meghalkad. Majd egy első lakozom a élesem. Hallod? Gyógyikám! Hát azért valljuk be őszintén neked a speedet, azért nem nehéz fölcsattintani a ínyedre. Hát nem, sasra sem. Majd utána megyünk balettóbozni, meg egy koncertet, cigány, mit szerintem hallani, nem? Mi? Hát, köcsög, elmegyünk koncertezni? Ez, nem vagy, az a, nem vagy az a halpos fajta. Nyomd be akkor az a zenét, az jó lesz neked. Az milyen? Kacsa zene, hát álpokba ez meg. Jaj, megköptös. Nem jó. Te hülye, én nem sok hápogni. Például 23-ban megmondom neked, diszkriminatív. Nézzétek, már ez nagyon régi. Ezt figyeljétek. Ezt figyeljétek. Ja, mert így foga azért, nem? Hát, na, hát látod. Cuppogtatni még tud. Azért, mert... Szabasztalatból mondod, úgyhogy látom. Imádta ezt a srácot, hallod? Eljátszottam a bunkó elítéltet, akit elkaptak. Ugye az volt a kiképzés, hogy hogyan kell kihallgatni, geci. Ez ennyi volt rá a reakciója. Igen? Kezdett. Van kint rendvédre amúgy? De szipi-szupi. Vannak. Elkezdhetnénk a tárgyalást, uraim? Vagy közben jönnek egységek? Nem magam miatt, a túszok miatt mondom. Jó. Nem csak az, hogy mi itt basszuk az időt, az egy dolog, de... Ilyenkor csak simán el lehetne kezdeni, érted is közben, majd jönnek el magyarok. Nem probléma, rájönk. Beszélj saját nevedbe. Te is rájössz az alapig azt streamen mondta. Kívül vagy úgy, azért igen, még egy ilyen. Mert ma álma a húskosszákja fogadjon. De hát ilyen volt, eddig se fogad, mit húztak ki? Zsumáljál már, honnan a bal nem is listás. Ha bejönnek, tárgyalizol, amíg vissza nem jövök egy pillanat. Jó, várjál. Nem tudom, de kéne jobb minőségbe. Megvan neked jobb minőségbe? Há, bocsánat, de messzire úgy nézett ki, bassza. Na itt vagyok. Mi az a szállás? Én nem pukás vagyok, én egy útjelző bója, jó napot. Az is jó, mondjuk igen. Jobb! Miért nem vagy inkább? Nem volt hang? Jó, majd megmutatom. Jó napot kívánok, Kolompár Zero vagyok. Azt a kúva, jöttek tűnt. Kapitányság. Kolompár Zero? Így van. Nem Sub-Zero? Nem. Változtattam. Nem Sub-Zero. Változtattam. Sub-Zero. Nem akarok diszkriminatív az lenni, papírai de vannak nálam éppen. Megem a minden értékük. Na. Mindenféleképpen. Így mennyien vannak. Azt ajánlott. Ezzel a névvel én is megnézem. Majd küld el privátba is, Marki. Na. Jó napot, igen, jó vagy, hogy semmi bajunk kaptunk ennia. 1, 2, 3, 4, 5. 5 túlszal rendelkezünk, akkor rádiózza le. 5. Túlszal. És nem fogja elhinni, hogy engem hogy hívnak, kapaszkodjon. Akciós parancsnok. Kolompár Sub-Zero vagyok. Azt hiszem Kolompár bónusz. Nem hiszi, mutassam meg. Vagy plusz. Nem mutassa. Az meg ezek hokanok. Jóta már le is buktál, bátyus. Te vagy az, öcsi. Bátyus. Családban. Szábla számod. 7.34. Nézd meg. Mint két tojás. Geci. Itt van valami izé, drony. Vagy nem beszélzok. Zsegi szolgál és véd, a másik meg labol, bazd meg. Bűnöző huak.
valami sasmadál itt hapkad a bolt előtt. Hát ez a családi vállalkozás. Az ellentétek vonzák egymást. Mi a geci az itt bejárásnál? Nem tudom, lőjünk, dobd meg! Hógolyóval. Visszaadod, Léci, testvérem. Visszaadtam valakinek 10-30 fél. Lehet, hogy az AI hozza a fogaidat. Akkor visszakaptam. Lehetséges. Jó. Várjál, várj egy picit. A kurva. Jó. Befeződ az öcsi, vigyázzatok. Gyölelés. A testvérem örök megtaláltalak, olyan rég hiányoztál. Miért csinálod ezt? Hol lett a másik szemed? Viszis a kócsára. Megkeressük együtt? Ki húzta holló? Keressük. Téged kerestelek is közben. Bájdalmas találkozásunk, hogy elhisse a búcsú. Faszomba menjünk már. Na szóval. Ezért nem akarok hátot handolni, ma is jó handolik a hátot. Az első kérésem akkor az lenne, hogy... Tudni, a depróbálhatták fel előtte, nézd meg. Szabadút jobbra, főúton, nemzet irányába. Hátúszér. Kettőér. Összeszedem a gondolataimat. Így, 8000-en. Hát akkor... Túsztárgyaló akcióparancsnoknak. Az elkövetők 3 túszér jobbra a nemzet irányába a szabadút kérdünk. Kettő volt. Kettő, bocsánat. Az olyan, mint a zsibi bazán. Teljes szabadút vagy? Teljes, kettőért teljes. Teljes szabadút. 2 darab túszér nemzeti irányába. Elfogadják. Ez a vörös. Ez a vörös. 5 darab. Összesen 5 darab vagyos. Biztos, hogy nem adtad vissza a jogosítványomat, nem találom a zsebembe. De visszaadtam valakinek 10-30 hét. Nézzem meg a zsebembe még egyszer, mert nincs itt a zsebembe. Micsoda pont nem értettem. Adják át a külsukat. Itt van, nézd. Ali Abdul Aziz vagyok, testvérem. Ki? Jó. Megnézem az úrnak a zsebeit. Olyan üres, mint nem az én életem. Nem ti kaptátok megvetni a jogosítványomat? Ezért vagyunk itt. Köszöntem. Nézd be a zsebedre, nincs benne jogosítvány. Nem is miért ölelget? Tudték a bátya, aha. Tudtam én, hogy maga másfél ember. Hát látod, ezért nincs már, mert mindig félre kacsinkatok. Figyelj, nekem, én megmondom az igazat, hogy nekem mindegy, csak ne legyen nagyobb fasza, mint nekem. Látok, az bukó bácsi, hogy nekedem. Csak hát fénykardoztok, most mi van? Másik szeme se lenne meg. Viszont Randevo egy jó találkozó. Almar, azok még szép idők voltak. Négát, dobjon neki egy fűt banánt. Kiengedett túlszokra. Akkor még lehetett fovval játszani. Akkor ilyen majom? Hát, szerintem láttad. Na szóval. Átnézhetném a zsebét, hogy biztos legyen, hogy nincs a maga zsebébe, kérem szépen. Hát, várja, megnézem. Ja, de itt van, bazd meg. Azért mondom, 10-37-re. Akartad nyelni. Azért ilyen se álltam még a paxisomban, hogy a rendőr nagyobb tolvaj, mint a bűnök, szóval... De szépen, hogy ezt csinálni. Köszönöm szépen. Mindent tiszteltem a magáé, hát de ú. De ismerős az a név amúgy. Na, maradék 3 darab úriemberért mit kívánnak? Hát, fú, nem a 3 emberért, 1 emberre szeretném kérni. Sőt, tudom, hogy 3-ért kérem azt. Azt a kúval jön. Figyelj, ott az a beálló, az a betonbeálló, nézd, ott né. Ott, tegyetek le 2 barikádot, ez a betonbarikádot. De pont úgy rakjátok le, hogy 1 ember tudjon rajta kijönni, 1 kocsi. És akkor mindenki álljon oda be. Oda ja. Szembe, a sikátorba? Aha, így van. Jó. Túsztárgyaló akcióparancsnoknak. A bankkal szemben lévő sikátorhoz szeretnének az úriemberek 3 túszér 2 barikádot úgy lerakva, hogy csak 1 autó férjen ki rajta. És odaálljanak be mind. És minden rendőrautó odaálljon be. Hát gyújkám, ahogy hallom, nem lesz fogsolt. 3 darab agyas túszér. Már lesz, ahol már egészet. Mondd el a cápa 3 fogatását. Passzát beleveli. Mennyibe kerül egy ilyen fogászati ebbe a beavatkozás? Hú, ne tudd meg, sesmélem, geci drága. Az mennyi a geci drága? Hát az olyan mi a stétel, megmondom őszintén, már ilyenkor... Szépen ilyen... 3 túszér elutasította? El. Íj, az anyját! Hová fejül ez a világ? Hát akkor mi a faszt csinálják? Legközelebb, hogyha kérdeznek ilyen KSZ kérdéseket, én vagyok a menedzsered, majd én intézem. Jó lenni, mert nem tudom, nem tudok úgy beszélni, mert faszom bele velem. Mit vesz nem bírom gecézik, ez itt nagyon borondok.
Figyeljen, 220-ér próbáljuk meg azt, hogy 220-ér látj, ott az M3 álljon be úgy, hogy az Audi és a Ford GT elé. Úgy, hogy az Ford GT és az Audi mögött meg leraknak egy betonblokkádot, jó? De bonyolult. Előtte várjunk. Autó legyen, mögötte betonblokkád. Be akarja zárni a kocsikat, ennyi a lényeg. Így igaz. Akkor még egyszer, zár... R2D2, egy pillanatra. Ennyi? Mit mondott? Hallottad a hangját? Ez a CPU. Ez izé, morze kóba, bazeg. Pont, vesző. Ezt nem értik, ezt szédet? Nem, értettük, csak ez nagyon akadt a hangja az úrnak. Hát nem akarja, morzizott, én úgy játsztam, ez egy morzeja volt. A Ford GT és az Audi mögé rakjanak le, álljanak egymás mellé, rakjanak le mögé egy betonblokkádot, elé, meg álljon. De ő érti, kint keresztel. Nem fogják érteni, ez a baj. Hát így jártak. Hát azt nem értik, akkor nem fog kezdeni. Akkor ezt inkább lesen rádiózom, úgyse fogadják. Elmagyarázom egyszerűbben, jó? Tehát kimegyek, megcsinálom. Egy kocsi álljon a másik két kocsi elé, és a két kocsi mögött legyen egy beton darab. Ennyi. Hát de már most is van. Megötte. Ja, akkor csak ennyi. A két kocsi elé álljon egy kocsi, ennyi. Tök mindegy melyik. Azt a kóvajat. Azt a faszt. Na igen, na akkor nyoma. Túsztárgyaló akcióparancsokat keresi. Kettő darab túszér, azt kérnék az elkövető urak, hogy egy darab autó álljon be kettő darab autó elé. Júli. Nem akarok megzavarni. Mi az az autó? Halló, egy fél órája, hogy kihagyjátok az ervetőt minden szóból. Nem már felkérdezzétek a rendőr, geci. Ne haggudjon nekem, papíros beszédhibám van, válaszületetlen leállásség. A Gyuhi ügye tudjuk, hogy elhulatta a fogait, mint a szápa. Erről mi nem tehetünk. Mondjuk nem pontosítottunk, hogy elé álljon, tehát így akkor eláll, beállhat paletóba is a kocsi. Látja, hogy járunk, hogyha leegyszerűsítjük a kérést? Lesakol a pofám, úgy fáj, bazd. Na jó, az utolsó, egy két túlsz jön ide. Kérjél fájdalomcsillapító, Gyuri. Kérjél fájdalomcsillapító. A két erbetűs bajnok jön ide. Gyertek, gyertek. Menjetek, bajnok. Nagyon jó, olyan üres, mint az én életem. Hát azért megmondom őszintén, itt a biztosónak van olyan pacek, aki egyből 6 év letöltendőt adnék. Köszönöm. Mehetnek, urak. Szuper, hamák. Viszlát. Két túsz átmutatva. Utolsó túszér az I8-nak a sofőrje. Még egy túszunk van. Az utolsó túsz az I8-nak a sofőrje, az szálljon ki a gépjárműből. Álljon egy 5 métert hátrébb a kocsitól, és akkor futhat vissza a kocsijához és indulhat el, amikor megszólalt a sziréna. Hallod, küldöd betontöm mögé, úgy ez egyszerűbb amúgy. Az túl messze van. A szuti nem fogják elfogadni. Még ebben vagy sem vagyok biztos. Menjen az Audi mögé, az I8-nak a sofőrre és szirénára indul. Nem Audi mögé, maga a kocsi mögé, egy 5 méterrel. Jó. Hát az pont annyi, nem? Jó, bro, olyasmi jaj. Egy fél szemmel pont látom. Hát ne bonyolítsuk túl, lássuk először, hogy elfogadják egyáltalán. Jó. Túsztárgyaló keresi akcióparancsokat. Szia, Gergő, utolsó darab túszér, azt kérik itt az urak, hogy az I8-nak a sofőrje szálljon ki az autóból, autó mögött 5 méterrel álljon meg, és csak szirénára szálljon be az autóba. Steppelsz, hogy mi a helyzet? Kicsit remeg a láb ott lent, úgy érzem. Vettem. Elutasított. Micsoda? Mi? El van utasítva. Van utasítva. Hát, tiszta fölháborít. Jó, akkor
vettem. Egy felajánlást adott az akcióparancsnok, hogy a GT-nek a sofőrje száll ki. Hát... Az is valami, csak haladjunk. Jó, na jó, legyen az... akkor a GT-nek a sofőrje. Legyen az, azt meg. Elfogadták. Átnézem az utolsó túszt. Kérdezem már meg akkor izé, kérhetünk egy túszt akkor? Ide adnának egy túszt, mert maguk... Maguk üzletelnek, akkor ezek szint fogunknak is van túszuk, érti? Most ezt mi fogadtuk el, az önök kérését, érti? Hát ami így van. Jönnek nekünk egy túszsal. A rablók kérését teljesítettük. Kérjük, adják át a túszokat. Menjünk, ne bonyolítsuk. Jaj, de bocsánat, ott volt egy rablók. Csak azért, mert színes a bőre? Nem, ezt le is fotózom. Ezt le is fotózom. A nyakamat fotózod, vagy most mi van? Mehet tudom. Ezt dokumentáltam. Utolsó túsz kiment átkutatva. Diszkriminatív viselkedés. Hát uraim, egy élmény volt ismét. Ez biztos. Ismét? Szememnek nincsen párja. Viszlát. Szó szerint. Viszlát. Aztán fél szemben az úton legyen. Persze, mindenképp. Légy csak kint adnak ezt. Aha. Köszönöm. Köszi. Jó, de jól beálltunk. Ja, ti arra menekülünk? Aha. Az mi a fasz, hogy a hazaizé? Jó kicsi! Az a hatos. Menjetek előre, jó? Adtam, nem kezd. A főúton megyünk, srácok, jó? Ne kanyarodjatok le jobbra. Oké. Okay. Amúgy vele nem tudnak mit csinálni, hát nincs izé, telepjárójuk. Ezt most vettem észre, Geci. Ülj már át a makeszhoz. Ne szálljunk át, amúgy mindenki. Beférünk. Befértek mindennyien. Ne üljünk. De én nem akarok. Ülj már át a makeszhoz. Zola! Pont! Ülj át a makeszhoz! Jó, bocs! Na, már se lehet. Beülök majd a hátra, jó? Nekem mindig kell. Egyből jön tovább. Jász, hogy jönnek. Mit megleszek? Faszomat, azt! Nem jött be. Hát azért megállhattál volna egy kicsit többet, ha frontálisan ütközöl egy izé terepjáróval. Füstölve.
ez szándékos, hogy műldesz tovább, vagy mi van vele? Nem, jó a billentyűzetem. Meg ügyesek az ujjaim. Meg egérrel is szoktam irányítani. Egérrel ilyen szépen lehet irányítani. Várjál, az a baj, most bugos. Hogy, megvagytok srácok, gondolom? Meg bizony. Hát akkor nekem ennyi mára amúgy. Ez egy jó nap volt, szerintem. De menjünk az berédék a Csoki bácsit, lássuk, úgyis nagy őrültségeket csinál. Aztán, ja. Jó éjszakát, srácok! Ha felkeltek mindenkit és nem kérek videót, az a baj. Ha nem keltek föl mindenkit és leszarok minden, akkor az a baj. Akkor elmentek a büdös kurva geci anyátokba, kérjetek ti videót, azt a 800 reportot ti fogjátok elfogadni helyettem, amit én eddig elfogadtam. Nem sok report,